Na jó, de azért készültem a Balog Laci féléknek. Nagy szeretettel mondom. Nem maradunk azért ajándék nélkül a mai adásban se. Ugyanis hatalmas sorsolás lesz ebben az adásban, srácok. Egy 18 sebességes rogy bicikli, és hát a buziknak is kedvezünk, ahogy Laci mondta az előbb, hogy nyom segbe. Buzulátusz! Pám, pám, pám! Vigyázz, ebben ez elszabadul, Lacikám! Ezt ő fogyaszthatod! Te disznóarcú! De csak alulról! Pám, pám! Azt nehogy szaros legyen a vége, mert rosszba leszünk. Megsértőn. Megsértő, ha szaros lesz a vége, te disznópejű. Én vagyok a pasztündér. Pám! El leszel varázsolva. Te csöbes. Hello mindenkinek, sziasztok! Azért jó, hogyha van kézdélem, egy ilyen 50 centis fasztgyalóka. A búcsúfia, igen, a Lacikának hoztam. Hello mindenkinek, sziasztok! És üdvözlök mindenkit, vágjunk is bele a mai adósba. Ugyanis ebben az adósba, megosztani ér, aki nem lájkol, az egy verém geci. Köszönöm. Verém geci vagy? Mert akkor nem lájkolsz. Te fogom fogadni, nem baj. Kösz szépen, Sarolta polgár! 25 millió forint! Tomi a 49-es, Sanyi a 30-at, Szilárd az 50-et, Patrik a 45-öt. Dávidnak van üzenet, hogy a passzom megye meg? Tessék. Már is ilyen szexuálisba vagyunk. Jézusom. Éves 10 millió forint! Megint! Úristen, hova fogom tenni ezt a sok pénzt? Fő kell venni a padlásra, megforgatni, most például, hogy összepenészedjen az úristókát neki. Ilyenkor rá hamarjába. Kösz szépen, Éves! Nagyon ragyos vagy. Köszönöm szépen ezt a hatalmas donációkat. Dániel a 200 ezer millió forintot! Hello! Na, meg vagyunk már 15 ezeren? Sziasztok, elnézést. Szóval, a ilyen szexuális dolgokat ne írjátok be a chatbe, mert nagyon csúnya dolog. Ez egy easy, family friendly stream. Imre, boruljatok el Imre, második hónap, köszönöm szépen, Gyula 99 millió forintot. Hello? Hello, 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 kezdek visszatérni, mi homboltál? Olyan vagy, mint a tüdőgyulladás utáni szövődmény, visszatérsz? Szégyeld el magad, te. Szégyeld el magad most azonnal. Azonnali hatályok van, szégyeld el magad. Te csülök arcú terminátor. Undorító vagy. Ne haragudjál meg. Bálint, kösz a 119-et! Nagyon szépen köszönöm, és hosszú évek után nézek most majd Bután. Ajjaj. Mert fölveszünk az ünneplőt, most ünneplőbe kell lenni. Mindjárt, itt is vagyunk. Sziasztok, Bálint, kösz és kösz mindenkinek! Úristen, itt már női hangokat vélek pömpedezni. Mik ezek a hormonális... Ezek a hormonális hangok. Sziasztok, hello mindenkinek. Én vagyok itt a műhelyfőnök, csövesek. Sziasztok, mi újság van? Öreg, jár a szád, de nem hallani semmi. Ne bazd már meg a retkes kurva eget. Szia. Én hallom az öreget. Szerencsére nem halljuk. Megnémult az öreg. Úristen. Ki ne használ a némaságát, tanyasz, mert megverlek. Az a durva, hogy stream előtt direkt följöttem letesztelni. Egyszerűen nem hiszem el. Valaki magához ölel ezekbe a nehéz időkbe? Sziasztok! Van itt olyan? Aki olyan, mint egy tanfolyam? Mi a geci? A ráka belét. Kiégek, bazd meg, hát direkt följöttem. Előtte. Sose voltam még ilyen alapos, mint faszom, egy kalapos. Kalapos vár. Szia! Egy pillanat. Tudom, mi a baj, nincs semmi baj. Nyugodjatok meg, ne idegeskedjetek, mert tudod, mi van.
az idegeskedése kapcsolatba hozható. Mi van? Ez kő nekünk. Jó lesz ez. Én már 9 éve itt vagyok veled. Viktor, ne hazudjál, nem is vagy annyi idős! De hello. A videókártya, driver! Kösz szépen Bodnár Miklós, áldás megyen Veres Zolinak. Zoli, aki egy kicsit proli. Szuzi az 5 perc, Dávid a szubat, Dormi és Bálint. Kösz szépen a csillagot, egy Miklós. Ismét kösz az 5 perc. És hello, igénytelen stream. Megy is most a rím? Rajmond, kösz az 5 perc. Te félcolos fejű Terminátor, szia. Most itt most... Remélem, hogy most sikerült megcsinálni. Hello! Szosztár atya! Én azt tegnap nagyon sokat szosztam. Nagyon nagy szoszó vagyok. Ez igazság. Szökszállat. Szökszállat. Tranyónak már kiadta a lyukát a retek, az kurva élet. Hello, hello! Mindenkinek most jön, a megosztás ingyen van, a mikrofon nem működik. Vigyázz ki a rákat. Elnézést! Elnézést! Hogy beszélsz apáddal? Nem jó, most se? Szia! Szia! Szia, öreg! Hallasz, Juni? Öreg! Szia, öri! Néma vagy? Basszom ki a retkes gyomrotokat. Vigyázz, öreg, hogy már állj meg! Öreg, ha hallasz, tedd már fel a kezed! Elég, hallok, basz fel a kezedet, én rács vagyok. Jó, figyelj, kussol már, csújjon! Le! Maradjatok már! Öreg, a fejedbe! Van egy beállítás! Né, azt kapcsolod ki meg be, hát ha segít! Ne. Jó, egy pillanat! Tudtam, hogy loser vagy! Szia! Hihetetlen! Output device, input device. Várj, Joker, segítek, már láttam, hogy jaj, hát hoppá, leesett itt egy 100-as. A kurva életbe. Most lesz a jó. Jó. Szia, hello, elnézést! Nem találom itt a 100-at. Hallottok? Sziasztok! Hallok, szia, öreg! Üdvözlök mindenkit a mai estén. Nagyon nagy bejelenteni valóm van, és szeretném, hogyha összeállnátok. Tornasorba karnyújtási távolsággal. Igenis, kapitán! És hamarosan elő fogok hozakodni egy olyan jelentős bejelentésben, ami alapjaiban fogja megrengetni a világot. Terhes vagy? És... Én vagyok terhes! Mutasd meg a de pinádot! De kitől lenne terhes? Hát amúgy igen. De kitől lenne terhes? A bottal nem piszkálnálak meg, te torszülött geci. Igen, Max a kutya baszott meg tegnap a sarkon, láttam ám. De az is csukott szemben hányba. Na. Tedd már a lelkezedre, be megpusztulok a állni kell, te buta kurva! Ed most nem, ebben most sajnos a tranyónak van igaza. Jó, Erzsikém. 100-at rakok az Erzsire. Hogy a húd csípje ki a nyakad. Jó, hát akkor ezt le. Nézzük, nézzük. Nézzük, hogy mire vagytok képesek. Meg kell verekednetek, értem. Ti kurva. De ne! Ne! Tranyó! Ne csalj a kurva anyádat, te csalsz! A rákra fedd meg! A rák megeszte a csaló te. Geci! Hát nincs benned böcsület! A szar egye ki azt torszülött fejedet! Jó, bocsi, akkor kézzel gyere játsszuk, kézzel! De... Szép napot, uraim, szép napot! Ez ki ez? Ki ez? Jó napot! Jó napot! Tiszteletem, mibe segíthetünk? Jó napot! Jó napot! Küldemény érkezett! Milyen ízű? Flektor néven! Ne hazudjál! Nem hazudok, itt van nálam, uram! Jó, szia! Szép napot! Azt miféle küldemény, kopaszgyász! Tudod, barátok vagyunk, ezt nem felejtenénk, jó napot! Milyen? Segély jött önkormányzattól. Tényleg? A tanácstól? Titkos, igen. Ez így igaz. Az honban? Át is adnám önnek. Hát adja már át akkor. Levág az ideg. Tessék, uram. Tényleg egy levél. Ez használj egészség, ami benne van. Emlékeim közt volt én egy levél, melyet sosem küldtem. Nincs kölcsön egy cigid? Dagat. Nem cigizek, leszokóbb vagyok. Akkor adj már egy 500-as kölibe. Tessék, 500-as? Aha, most kölibe kér. Tessék. Először postás nem keres el, mire jól, uram. Mi? Üböléljek meg. Jaj, most nehogy már mindjárt sírok. Hát olyan dagadt geci vagy, azért vacsorára csak jut a rákegyek ki azt a káka beled. Anyámmal élek még mindig, hát nem az egy pénzemből megy. Te egy öttalicskás betonkeverő, a bél van ott dék.
Ezt még azt mondja, csóró. De most nem segíten, nem segíten ki a nehéz helyzetben lévő idős úri embert. Ha? Komolyan ezt csinálod a szerelmemmel? Lehet rokonok vagyunk. Érted? Jó, akkor mennyi kell magának, uram, gyorsan mondjuk ide a pénztárcámba. Egy 500-as könyv csak. Cigire? Igen, nem, izé, kenyérre akkor könyv. Akkor arra nem adok. Nem, cigire könyv. Mi van? Megpön a cukrom! Tessék. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Isten áldja. Köszi szépen. Ha, lennék. Szia. Magához, mi közze van? Szia. Mi közze van ahhoz? Szóval ezt a levelet most fel fogom olvasni. De milyen több eszembe beszélsz te? Csöves kukorica. Hát nem egész. Semmilyen közösség nincs közöttünk. Mindenki maradjon távol. Mert most el fogom olvasni ezt a levelet. Igen, igen. Hogy kell így? Márján? Már rosszul vagyok tőle, tanul. Hello Hector! Szia. Tudod, hogy nagyon szerettelek mindig. És hatalmas faszodban. Irigyes voltam rád örökre. Igen. Szóval ez egy rajongói levél. Meg képzeljétek el, most csináltam Instagramot, és már ketten bekövettek. Szerintem ez az. Én a második. Jézus Isten. Szóval hello Hector. Tudod, jól utáltalak mindig egész életedben. Csak egy púpolt el a hátamon, egy kavics a cipőmben, egy kellés a kibaszott kezeimben. Egy egyre nagyobb véres gennyes hólyag, amit csak duzzadt és duzzadt folyamatosan. Tragyó, takarodjál innen, légy szíves egy pillanatra, elnézést. Rendőrök mit? Egy vérszívó parazita, egy kurva idegesítő, utálatos kis kutya, aki mindig csak mogyít. Hát ez egy tök jó, ez egy tökéletes jellemrajz. De mivel nem írhatom a házamat, a kutyám nem ér, ezért sajnálatos honorját kell hagynom. A farm házama. A kulcs a borítékban van. A házat megtalálod magad, vagy jár utána te szégyen. Szevasz, te világi csóró. Tercius! Báó! Emlékeztek Terciusra? Ő volt az első karakter, akivel GTA-ztam, és úgy néz ki, hogy ezek rokonyok. Szóval, de... Igen? Egy rajongói levél volt, aki akar lemerni a nyomorból, és adni akar nekem 100 millió dollárt. Szóval, de... mostantól igen, gazdag az vagyok. Van? Nem ez a lényeg. Dehogy nem. Figyelj csak, Joker. Én tudom, hogy most egy kicsit féltékeny vagy, mert egyre nagyobb a pattanás a szád szélén. Jó. És nem ez azt jelzi. Akkor, mint egy BKB busz leszállás jelző. Érted? De egy jegyúkasztó. Oké, öreg, meeting, te meg én, gyere csak arra. Kinyomjuk, hogy ezt a pattanás, Joker? Takarodj már innen, hát a... Golfütővel el lehetne ütni akkor. Nyert már kinyomkodta, nem láttad az életek. Figyelj már, itt milyen rendőrség izé van itten? Nem, tudom én, de figyelj csak. Igen. Amikor mondtad itt a pénzes dolgokat, ezt az egymilliós tételeket, tételeket, meg rajongói leveleket, akkor én láttam, hogy a Giulio az úgy nézett rád, hogy ő teljes utálattal és irigykedett. Jó napot! Feltennék a kezüket, kérem. Jó napot! Nem, mert mi a baj? Szép jó napot! Tiszteletem! Mi a faszom folyik itt? Elnézést! Azt mi van most itt? Először is szeretném megkérdezni, mi az a sok hullag, illetve miért verték vagyon az ember. Ja, elmondom, mi volt, de ezt szint tiszta igazságot mondom. Milyen hullag? Az úriember ott, a fekete úriember, golfütővel verte szét. Nézzük meg, vannak a golfütő. Elnézést, hadd nyilatkozzak! Ebbe a pillanatban keltem fönn. Én nem láttam semmit se. Jó, csak mi volt az a lövöldözés? Együtt lövöldözés. A lövöldözésről nem tudok, egy postás volt itt, vele beszélgettünk. Most így meg az öregnél kiderült, hogy rajongói leveleket kap. Mi ezt beszélgettük négy szem közt. Így meg. Van. Maguk hülyék, és hogy közök szerint itt lövöldöznék, itt állnék maguk. Mátó hatályba vagyunk helyezve. Tisztelettel, ne kelljen telefonálnom így egyet. Van. Mert akkor nem, probléma lesz. László, kösz a két hónapot, Ádi a hármat! Erősítést kérte kollégám, mi megjöttünk. Hát még szerencsé, hogy ide jöttek százan, mert itt aztán nagyon nagy háború van. Jézusom! De a fekete úriember szokott verekedni, 5 perc ezelőtt vert meg 3 úriembert egy golfütővel. Egy magam, mind a hármat. De mi emberekszel? Retkes geci. Mi emberekszel amúgy? Nem is verekedtem. Mi ez a csöves tanya? Figyelj majd a svájci sapka, takarékra tegyed már magad. Mi ez, hogy mi ez a csöves tagja? Mit kell sértegetni? Azért, mert cigányok vagyunk. Mi ez a szegregáció? Ki lesz hívva itt a média? Meg ezért csak mondom. Jelvényszámát olvasd már, nincs rajtam a szemüveg. Fékezze magát, tehát a rendvédelmi dolgozóval beszél. Az ki a faszomat érdekel, ha? Maguk meg tudjátok, miben beszélnek? Én vagyok a cigánbajda. Ha? Bármikor, bárhol. Marké?
itt feliratkozni. Vangelis, kösz az 50-et. Így van. Most lettem izé. Már ketten bekövettek, szóval influenzás vagyok. Az egyik kóra megkövettem, és Németh Zoltán. Őt verték agyon. Hát Németh Zoltán? Fá Zoltán? Popá Zoltán. És ők mit tettek? Viszont figyelj csak ide, Judy, te voltál az, aki elkövette ezt, amit... Nem, hát azok ott drogoztok hátra, sarokba. De figyelj már ide! Azt honnan tudod, hogy figyelj drogoztok a sarokba, tehát nem olyan mentél meg betkereszte, hogy mi újságoztok, anyagot de te kuplung... Figyelj csak, te kuplungos vagy egyébként, vagy mi a geci? Ha? Hogy beregszel itt állandóan szoptassal a taktokat. Faszékel ezt csinálni, agresszor geci. Vigyék el, biztos urak, vigyék el, zárják be a passzomba. Komolyan mondom, mert ez mindig ezt csinálja. Nem lehet vele bírni, állandóan tetlegesség, fajuló tevékenységeket végez. Szemem láttára is. Hívtam mentőt, kollega. 1000 tanút hozok, ha kön. Ha drogot árult az úr, vagy bármit is, akkor miért nem hívott rendőrt? Ja, hát az nem csak árulja, ez szívja is. Hát ez egy izé, mondom. Ez egy aljanépe. Az. Ez elő szív, hátul fúj, vagy fordítva. Így van. Jó beszélek. Giulio, beismered a tevékenységedet? Nem is hallom, hogy beszélek a rendőrbány. Hát azért, mert egy buzi vagy. Ja, látják, lenézi magukat. Ez mindig ez a stílus. Én ezt bevinném. Vigyék be. Vigyék be, uraim. Ő volt a gyilkos. Undorító, hogy viselkedsz, Giulio. Undorító. Fordítsatok már, mit mondanak már. Azt mondják, hogy egy csöves geci. Így van. Így van. Bogaras a fülem. Jó van, te bogaras geci. Most jön az, hogy de minket engem hallasz? Ez egy olyan trükk, amit mindig eljárt. Engem hallasz? Csak mondom. Johnny. Szavallják be, ki ölte meg azt a három embert. Most vallotta be. Nem tudom, hányszor kell magának bevallani. Szerintük a koszos, mi itt beszélgettünk. Miért állnék itt három hulla felett, ha én lettem volna tette, sagytrözt, ha? De hol van itt hulla? Ezzel a hulla minket átverni. Jaj, persze, nyilván. Jaj, a herpeszes barátom nem tett semmit. Kussolj már, húgyas kurvája. Most csak alla kiment, endettek soha. Hát engem nem kell, mert nem tettem semmit. Figyeljenek ide, biztos urak. Látom, miről van itt szó. Ez a határozott 100 emberes fellépés az azért van, mert cigányok vagyunk, igaz-e? Ez igaz, ez diszkriminációnak minősül amúgy, gyerek. De egyébként, nem tudom, hogy hallották itt az imént a színesbőrű fiatalembert, hogy bevallotta, hogy ő volt. Elnézést, ott mögöttünk fényképet szeretnek, illegálva. Nem tudom, hogy hányszor kell elmondani. Ott mögöttünk. De... Jó, tudják mit? Én elkezdtem felvenni az egész intézkedést. Így van. Ha bármi olyan így van, akkor kiposztolom itt a Twitterre. Én is. Újra egy Elvin számot szeretnék kérni akkor. Újra, jó? Vigyék el! Indítsd el a live-ot, bocsánat! Azt mondják, hogy... hallasz most? Halló? Öreg! Ez buzi. Te Joker, mondjad már neki, hogy... Mondjad, mit mondjad? Hogy vallja be a bűneit, mert itt problémák lesznek most már. Vallj be a bűneidet, mert most vették le az új lenyomatot? Érted? Meg a vérmintát, meg a vérmintát is. Mindent elveszek, hogy te ott voltál. Élőben vagyok. Hát én ott voltam, de azok összeverek. Jó napot kívánok, ez itt a Dick TV. Most hallottam be, hogy vegyél már. Vegyél tragyó. Ott jó napot kívánok, Hector Prektor vagyok, a Dick TV bejelentkezik. Itt az eljárás fogjuk rögzíteni, hogy történik-e valami szabálysértés vagy túlkapás. És tisztelettel. Mutass körbe a helyszínt, légy szíves, hogy mi a helyzet, a fölállás. Köszönöm szépen az interjút! Nem, mi csak nyaralni jöttünk. Nem, anyádnál élünk. Na, ott a ment. Ezt a szemtelenséget nem hagynám. Így van, ezt a torszülöttet is bevinném. Beállítanám a feketét. Ráadásul nincs beoltva a köcsög. Mind az ötet állítsuk elő aztán. És milyen jogalapon tisztelettel? Milyen jogalapon? Magyarázza már nem. Elmondom, mi történt. Mert megy a cukró. Egy levelet az öreg, érti? És azt beszéltük át itt négy szem közt. Van nála levél, ez bizonyítja is, hogy nála van. Emlékeim közt van egy tépet levél. Erzsi! Nem is, mi baj ott van, öreg? Te figyelj már ide. Te ki vagy kereked, Bedi? Brutosítva vagy? Nem velünk van. A brand tegyen ki. Megkérném ezt az arat, hogy szállt. Ki ez a jó cső? De menj az öreg közeléből, ne gyere ide. Giulio, megkértek, hogy menjél oda. Vagy előre. Van egy hát bilincseljék meg, azt vigyék a rákba. Csak nehogy itt valami túlkapás legyen, mert mindent veszek itt a Twitteren, csak mondom. Figyeljenek ide. Itt van a telefon. Hát most... Kihez lenne kérdés, jó napot? Tessen parancsolni. Ehhez az úrhoz. Melyik? Ehhez? Ehhez? Ez hatos vagy, baszd meg.
Azt a három óra elvileg... Neve? Mondja, mondja! Hallottak alapján, önverte meg, ugye? Erzsi! Mi bajom? Szállod ezeket a rendőröket? Jaj, ne szimuláljál már, hallod! Fogd meg a fejedbe lévő összét! Biztos úr, figyeljen már ide! Hogy kérdezzük már? Hogy kérdezzem már meg önöktől? Nincsenek itt ipari kamerák, ahol vissza tudják nézni? Nincsenek itt ipari kamerák, ahol... Hát itt biztos, hogy itt csak koszfot meg retik. És figyeljen már ide, a helyszínelők nem tudják megállapítani, hogy ez a pekete piattal ember volt az, aki... Ő volt, mert én láttam igazából. Hát akkor most nem tudom, mit erőködnek még, miért nem viszik el a rákba? Aha, jó napot, itt is vagyok. Na most a faszomba! Bocsánat! Ezt a gyilkos! Elnézést kérek, rendőr úr! Az a három darab ember, akit megvert, az a koszos, azokkal mi van? Azt mondta, itt vannak a mentősök, nem? Hú, ezt emberre bátott ide. Ez egy gyilkos! Halló! Egy gyilkos vagyok. Erzsébet, gyere ide! Pia! Várjon már, dolgom van, öreg. Te vegyem magáról. Mi ez az agresszió, ha? Ezt rögzítettem! Mi ez? Rögzítettem! Itt problémák fogják felütni a fejükkel? Dölöngél. Attila, kösz az 50-et. Máté, itt dölöngél az úr. Nagyon dölöngél. Itt rosszul van szerintem. Nem vagy egy írja. Na, most mi lesz a progi? Rendőr úr, halma minket, vagy nem hal? Most mi a fasz történik itt, elnézést? Hát akkor a rákegyeki viszontlátásra. Junio, ne menjél el, a bűnösök bűnhődjenek! Ne menjél el, te retkes geci! Te maradjál, mert vigyenek is el a faszomba. Mind a hármat egyszerre. Igen, jól gondolom. Én is rögzítettem a beismerő vallomást. Elég legyen, mindegyik sorba szépen a fal felé álljon, legyen. De mégis ki a kurva anyáddal beszél? Nekem is a szerződés. Baszod, megeszik. Davidov, kösz az $1. GTA a barunkodás! Szabi, kösz a szubot! Attila az 50-et. Geci. Kezdődik. Mióta megy a stream? 20 percet? Erzsi arról szerint átment egy foci csapat. Hát át is ment. De amúgy nem tudom, ez mi történik itt. Nagyon erőtetik itt ezt a dolgot. Már nem tudom, ki verte meg őket, mert tényleg nem láttuk. 31. Itt előbb ment el egy lada. Hát folyni kellett volna az RP-vel, de nem akartam, hát, hogy megtalálják nálam a fegyvert. Meg hát, van nálam drog, meg minden. Előkapta a fegyvert, passzus. Hihetetlen. Jól van. First blood, amúgy igen. Has been slain. Van még valaki? Úriember, Jomzsövébe. Hát ez szomorú. Ölelje meg valaki. Balisztikai vizsgálat eredményét érte az egész szakértőjére. Nem tudom, hogy melyik ház, ezt ki kéne deríteni. De most elvette a levelet ez a fasz. Nem tudom, a levelet miért veszi el? Miért nem az illegális dolgokat veszi el? Vagy mindent elvehet? Nem tudom. Admin ügy! Soha nem volt egyébként, most se lesz. Barna, kösz az egy hónapos subgiftet. Hol lőttétek meg azt a dolgot? Nem tudom, hol lőttétek meg. Máté szerényebben, mert pofán leszel baszva faszsal. Milyen szarú néznek ki. Csuri, kösz szépen az 50-et! Gergő a 100-at! Köszi szépen! Zoli, kösz a 6.9-et! Erre valamit utalni akartál erre a 6.9-ben? Tomasz, kösz szépen a subgiftet! Lehet, hogy nem kellett volna. Lehet, hogy nem kellett volna letarhálni a postást. Ne sem lehetett volna szerintem, mert csak elfutottál. Hát most nem tudom, de felesleges ezzel parádézni. Úgy belállt, hogy a halálidőpont az öregnek berakom húzaságba. Meghaltam. Részvétel öreg, hello. Megöltétek az öreg urat? Megöltek, baszd meg. Igen,
Ez nagyon rosszul esik. Mélyebb Attila, kösz a százat! Hölgyem, ismerik a további. Hölgyem, meghalt az úriamban. Hol van a picsából, tudjam, hogy kezdve. Itt teremtem. Miköd érzi. Doktor úr, a hölgy, ő is meghalt, vagy ő is. A szakáros koncsita után talán. Igen. Igen. Erik, kösz a 45-öt? A többi hál' Isten azért nem kár, az biztos. De hogy tényleg van fegyvere, mert engedélye. Ezek nem is lett volna baj. De a gomba miatt baj lett volna. Nem, kellett volna, nem is kellett volna elszaladni. Tudják azt, ami olyan fekete, mint a korom. Boxos? Nem. Nem boxos, hanem koszos. De koszos? Hát az. Szopás. Nem láttuk. Ez melyik az játék? Fut, ez a Minecraft. Minecraft! Fut a fekete, amúgy csak mondom a kapura, hát fut a fekete! Mikor csak kert? Jó vele meglenni ezek között. Elnézést magam, mit keresnünk? Ne legyen majd neki fele, nem látszik magamról? Olyan nem tudok kimenni, tudok. Nagyon szomorú vagyok most. 6 egész perc. La. Mindjárt sírok. Nagyon elszaladt. Hol a másik úr? Húha. Hát ez van. Valakit más emberek magánéletét kit érdekel, hogy kivel mi történik? Hogy most ez azzal van, vagy amazzal? Dick, mi van veled? Nincsen sajátod, vagy mi? Ezért másival foglalkozol? Csak kérdezem, nem rossz van. Wow, mit csoda dolgok ezek, mi? Kösz szépen, John, kösz szépen a 60-at. Én is nagyon bírom. Szóval itt van már. Szóval Tercius egyébként az öreg rokonja. Emlékeztek Terciusra? A nagyon hardcore RP nézők azok biztos. A like ingyen van, srácok, így van. Be kéne nyomni a like-ot. Fasz kell könyörögni, nyomd meg azt a kurva lájkot, Dick, meg a megosztást, érted? Jó játékot, kösz szépen, hello! Szóval rokonja, de hogy milyen formában? Vészjelzés küldi? Ja, már halott vagyok, akkor már hiába küldök vészjelzés, bazd meg. Tercius és a csobánk. Amúgy igen, igen, az volt az. Bence, kösz a 49-et. Rettegett Tercius. De elvette a levelet, az a baj. Pedig azt vissza kéne kerülni, mert tök jó volt elolvasni. Sanyi szépen beszélje a Sobixról, mert rád verek egyet, az csöröksz egy hétig. Mint egy kempingbicikli sárhányója, Dick. Érted? Elmegyünk a... elvileg elmegyünk a farmra, hát megnézzük. De el kéne olvasni még egyszer, hogy pontosan mi van. Azt írta, hogy farmháza, nem emlékszem. Florián, kösz az 50-et! Imádtam Tercius-t a farmas időkből. Ez egy olyan lassú RP volt akkor, ez nagyon lassú RP volt. Hát volt, Geci, emlékszem, hogy 3-4 órán keresztül beszélgettünk a házba. Ez aztán... Érted, mit mondok? Cipó arcú. Kösz szépen Melinda az 50-et! Nagyon szépen kösz László a 2 hónapot, Florian az 50-et! És Melinda még egyszer az 50-et, Bence a 49-et, Joel a 6 maradt, nagyon-nagyon szépen kösz. Amúgy tényleg a kulcs a levélben volt. De lehet, hogy ez csak RP. Szerintem. Hát durva egyébként. Most volt 2 éve, már több mint 2 és mit tudom én hány hónapja nyomjuk az RP-t. A vége felé már voltunk 50-en. Amúgy igen, fél szerver már belünk fordik. Hát nem tudom, reméljük, hogy
egy új izgalmas fordulatot tud venni az egész. Sanyi, kösz szépen a subgiftet! Hello atyám, szevasz Donát! Szia és hello! Lassabb megy az idő, ha látod? Ha nem mulat az ember, pászeg. Szabi, kösz szépen a szubot! Azóta se hallottam, hogy OC mondom. Amúgy igen. Tényleg. Voltak nagy OC-zások? Szeba atya, szia! Szia! Péter, kösz a 145-öt! Normi, nagyon aranyos vagy, kösz szépen! Szeretlek, csókolj meg! Godlike-ra tudok-e bármit? Hát mit tudnék róla, Dik? Nem rossz gond. Arra izé, nyálacik a hús? Nem szégyen. Nem szégyen. Nem tudok róla semmit. Már megették a kukacok. Miért? Meccseltetek Tindered és nem válaszol, vagy mi? Ne viccelek amúgy. Lászok össze az 50-et! Pinelli már! Ez a kanapé nem eladó lenni? 50 szek még. Anna kösz a 99-et! Eddig az Erzsi! Nem a bőrös picsának, akkor mondd már ki, mit akarsz. Bléko, bléko. Hát mi? Mit azt szeretem? Amit kér? Mit kér? Mire van magának legjobban szüksége? Mire van magának? Láttam, hogy Irénket be akarsz vitetni a TikTokot. Rendben, sok sikert hozzá. Dávid, kösz a 239-et, nagyon-nagyon szépen kösz. Mire lenni magának szüksége? Halla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 l
Anti, te vagy, ami tényleg bezzeg. Na? Haló, kaptam még egy hívást. Az lehet én voltam véletlen. Bazd meg, a pénzemnek is annyi. Én vagyok a kedvenc... Mit csinálsz a bicegzi medektorát? Előbb kinyitottam, basz. Egyébként sokan. Szegénynek elloptuk a brigyóját. Valószínűleg, hát meghaltam, úgyhogy a Levél így is sűs eltűnt volna amúgy. Jaj, elnézést! Bocsánat. Baszd meg, a fegyvernek is annyi mindennek. Á, pedig ezt rendes pénzeké vettük, Dik. Jó napot kívánok, tiszteletem! Öregesd az embert, intézd már el, meg idegesít. Mi van bele tojásarcú? Ha? Mit izé agresszírozhatod itt ezt a... ezt a kurvát? Csak bejönni mondani, hogy hát nagyon tetszen itt pár dolog. Figyelj csak ide! Nem a izébe vagyunk itt. A piacon. Pusztuljál innen kifele, mert rád merek egyet, csak mondom. Háromig fog számolni. Nem akar magától lekopni. Három. Sok pénz. Erigy a rákba, megmondtam. Pusztulj innen! Te migráns geci! Látod, ilyen egy igazi férfi, te kurva. Te meg a Lajos paszáncsünk, szégyed magad. Ugorj már egyet. Na majd ezt majd megbeszéljük, akkor szembesítések lesznek. Nagyon szépen köszi, jobbra húznak. Te magad is tudod tenni, kiátszod. Jó, van, mégis... Nem, én soha nem használom ki, én csak az ő érdekeit nézem. Te kullancs. Figyelj csak ide Erzsébe. Most megmondom őszintén, a cukrom az megy fönn az égbe. Mert kaptam ezt a levelet. Hát figyelj sok ide, van egy-két ötletem. A stressz le lehet oldani szájban. Tudtad? Ezt hogyan kell magyarázni pár ellen. Kösz szépen. Csinálod. Hát lehúzom a slicemet, az fönn szopsz. Nagyjából ennyi. Érted? Addig, amíg ki nem akad, az állkapcsolod.
Figyelj csak ide, te lakótelepi szatír! Te ne leskelődjél! A pusztulat egyen ki! Kérdezem videóra, a légy szíves! Te akarodj el innen! Kiteszem a honlapomra! Azt a kurva fát tesz! Köszépen a húz... Figyelj csak, menjél, azt intézkedjél! Intézkedjél! Nem kell! Fátunk, köszépen a 20 millió forintot! Bárjuk össze 8 hónapot! Most ezt nem tudom, hol vannak a többiek amúgy. Arnold, köszön 3-at! Hova lettek a többiek? Kézik, hogy van a garázsban. Hogy ezt mindig beszopom. Ezt a szart. Borzasztó. Ugye már ide a Jokerre, meg a koszoshoz. Halló! Márjam, ez nem jó, ez az autóház. Öreg! Mi van? Annál a picsából van neked ilyen autód, öreg. Mi között van hozzá, ha? Te mit kíváncsiskodsz? Szájból ezzel baszkodva. Igen? Hálás lehetsz nekem valamiért. Miért? Mert két dolog ír is. Nálam van a levél, amiben még nem néztem bele, meg visszahoztam. Tényleg? Na látod, ezt már szeretem. Megnézhetem? Nem, ezt nem szabad most, mert... Mikor? Majd eljön az ideje. Jó, és mi a kedvenc számod? Vagy nekem, a Bitodótól a nekem ez így jó. Meg a 642. Azt én is szeretem. Ja, jó, tessék. Köszönöm. Na már egy pillanatot. A Juliót hallom. Igen. Ide. Sziasztok! Na ez hiány. Úristen. Szia. Ranyó, ide figyelj, te mész a csomagtartóba, én biztos, hogy nem. A farmházamat. Ja. Jó, el kell mondanom valamit, figyelem! Figyelem, doppergés kérnék egy pillanatra valakitől. Elnézést, valaki doppergne? Tegyem. Nagyon jó volt. Köszönöm. Giulio, ha még egyszer... Elég már, baszd meg! Szóval, ja, szia Juni. Még egyszer verekszel a beledet kitaposom, faszopó. A kurva anyádom! Ezt akartam mondani. És az, hogy megörököltem egy házat. Képzeljétek el. Van egy házunk, öreg! Nem. Én örököltem egyedül. Ez van. Meg én, hiszen mi férj és feleség vagyunk. Nem. Nem. Egy jegyes pár. De jó, van egy házunk. Egy házam? Figyelj már, én azt hallottam, hogy ma olyan nap, hogy feketék nem léphetnek házba, mert ez bal szerencsét volt. De hát az a baj, hogy ez mindig bal szerencsét hoz. Én ki a geci? Hova ülhetek én? Hát anyád picsáját, de mindjárt jövök, jó? Nem a... Szia! Vedd fel az öletbe akkor, Erzsú. Várjam, ez... Te barátnő. Én biztos vagyok. Én nem megyek... Nem, ezzel nem megyek ezzel a kocsival. Akkor... Mert Giulio... Miért vagytok gecik amúgy, őszintén? Öreg, olyan boldog itt vagyok, felmélek a buzi. Hátamra a legszívesebben, és futnék veled egy kör. Az a baj, hogy nagyon rossz lenne. Mert izém van, lumbákom. Na, eljesztök, vagy mi van? Igen. Én a lumbákat! Na most nem tenni Vedd már föl Juni az öletbe, úgyis buzi vagy. Hát én, az Erzsi vagy a Márfel. Hát valaki vegye Márfel. Valaki vegye Márfel, mert én nem veszem. Ne én sem, nem tudom, fáj a derekem. Vedd már föl valaki dik. Petra is leszik össze 333-at. Arról a 333-at. Ez így van, így van. Gerda a 40-et köszi. Ez a büntetésed. Ez a büntetésed. Én anyádhoz járok úrára, úgyhogy befogod a pofádat. Az is jog, amit a fekete mond, igen. Igaz. Na hát Juni, ilyen nagy a pofád állandóan. Figyelj csak Juni, ami ilyen konfliktusba kevertél, hogy fehéredjen ki ez a fekete bőröd reggelre, vedd föl az öletbe, mert átrugom a mellkasodat, passzopó. Érted? Én felveszem most az egyszerű többször, nem? Szólok még egyszer. Nem szólok még egyszer. Ezt már szeretem, hogy ilyen határozott vagy öreg. Ezt már szeretem. Akkor lett volna ekkora faszod, mikor kijöttél. Kösz szépen Petra és Laci 333-at kétszer. Bence az 5-et, Lajos a 4-harmicat. Ezt a szarságot. Kamus geci Giulio. Az igen. Figyeljetek csak. Elmondom, mi a helyzet, rendben? Hát rohagy meg Giulio. Rendben? Igen öreg. Igen öreg. Szóval megörököltem egy házat, egy rokonyomtól. Az óceán partján? Nem, anyád. Anyádnak. Itt nem tudom kivenni. Az Isten megbassza, hát húzd már innen a kurva! Ne beszélj már itt ragyúgatni. Nem kell! Ülj bele! Ez is kérek, ne haragudj! Légy szíves, viselkedjél, mert most az úr napja van. Te a számra csaphatsz a kukiddal? D2-et ez... Elnézés, mi történik itt? Gyilkos! Gyilkos, megölte!
Elszab le magad, Fabrizio di. A latin szerető. Már bocsánat, ezt kihagytad. Igen. Szóval képzeljétek el, hogy megörököltem egy házat. Érted? Dehogy is, hát hogy? Kitől? Ebben a levélben minden benne van. Mutasd a levelet! Csak a helyrajzi számot hagyták ki, meg a utcanevet. A patkány népség! Pusztulj meg! Jó, ezt tudod, hogy mi fog következni most. Megbosszuk a mocskos kurva anyját is! Meg adnak elnézést! Elnézést egy pillanatra! Bocsánat! Ha nem áll meg ott. Félnek öreg, hagyjad, félnek. Öreg, egyébként nem lenne probléma, hogyha gáz is nyomnál. Jó, van, kussolják, ki lehet szállni, a dagadt picsád miatt nem megy el. Kidobjam a faszomba? Te puhos geci. Hát dobd már ki, Gyuri, én fizettek érte 100 dollárt. Most azonnal. Jézusom. Ó, szebben egy fokkal. Dick, egy panda maci ül a rendőrkocsiba. Jó napot kívánok. Megint geci. Tiszteletem. Figyelj már, te szélhámos geci, a belet ki lesz taposva. Miért lopod el a rendőrkocsit, pusztulat? Ha? Ne hazudjál! Szálljál ki! Szálljál ki, passzopó! A kurva anyját! Hát milyen világban élünk? Ha? Tika megveszett mosómedve. Becik azt az ötvenet. Amúgy én legalább egy kicsit ki tudom szellőztetni a pinámat. Hát ha lenne, Dick. Elnézést! Jó napot kívánok, tiszteletem, biztos urak! Szép napot! Itt a, itt a mögöttem lévő rendőrautóban célhámos rendőr volt egy Mustangba, csak jelenteni szeretném ezeket a titkokat. Takarodjatok már innen! Figyelj csak ide! Figyelj már, te kinek képzeled magad? Figyelj már ide, te csöves geci! Állj már félre, Minimax kapitány! Anyádat még a inkubátoros bottal forgattál? De az anyját, nem ő? Hát őt is. Jaj! Jó, mert nem akogjál itt, passzopó, mert... Jézusom, mi folyik itt? Gyertek itt! Várjál öreg! Rend, ott a yard! Ott a yard, öreg! A kurva anyád! Öld meg! Hajrá! Hajrá, öreg! Kurva anyátok! Mi ez a nokedni harc itt, bassz meg? Rendsed, bácsi! Te magadon segítsél, hogy a rák megegyen! Elnézést! Bocsánat! Neked is a rák megegyen! Hajrá! Mi történik itt, bassz meg? Hajrá! Figyelj csak ide! Elnézést! Vigyázz, Csuli, vigyázz! Lőjed! Jaj, elnézést! Jaj, jó vagy öreg? Jaj, jó vagy, szegény! Szegény! Tiédet, te faszopó geci! Nagyon szépen... Na... Elnézést! A kurva anyád a buzi! Ráj lesz írva anyádra Facebookon, kisköcsög! Gyertek csak! Megint lóksz az aviból, te kis takony geci! Amúgy igen, biztos karanténban. Na, gyertek már! Erzsi, meddig fogod tiporni még a szar? Na Erzsike, vegyél házat! Vegyétek fel egymást! Mi történik? Ma mi van itt a város? Junika, figyelj csak! Egy kis talpalábalot be tudnál helyezni? Egy bitódú volt, az én csak bepörgetnék ezekben a nehéz időkbe. Stressz van, érte? Stressz van? De karaoke verziót, hogy énekelhessünk! Szóval elvileg van egy farmház valahon, ami mostantól az én tulajdonom. Képzeljétek már! És... Gondolom, kedvenceret! Igen, és se gondolom, csak a barátaid léphetnek oda, az pedig tudod ki, figyelj csak, azt mondom nektek, hogy kedvezményes lakbérfizetési feltételekkel tudtok lakni ott. Én azt mondom, ez az. Kik adják a vagány, kifizettem zsebből én, a biszkit, a pálinkát, zsabó! Pálinkát! Zsolti, kösz szépen a 165-öt. Azon gondolkodtam, ez lehet a soksz volt. Sok bosszúja. A dohány hangú. Nem volt dohány hangja. Dehogy nem. Zsolt, kezd a 165-t. Tehetsebb dohány hangja volt azért. Hát én azt nem értem, hogy holnap susu, aztán még azért. Érted, már késő van. Én azt nem értem, hogy egy kis gyerek miért vezet autót. Hát igen. Az én azt nem értem, hogy egy vén öreg geci miért vezet autót. Na, ide fülyen. Azért, mert megbaszta anyádat. De Ragyó. Most már nem most szereted, de az öreget vagy, különlög. Hát az a baj, hogy olyan, mint az obodába, cibálja a hajamat, meg ilyenek, tudod? De én megmondtam neki, hogy nincs buzulás, testvérem. Pedig itt te is cibálod csak az pinál... én hajam. Cibálja neked a rák, azt cibálja. Csabik össze 100-at, Bazsik az 50-et, Zsombor a szubot, Peti a 100-at, Zsolti a 165-et, kösz a csillagot, srácok, nyomjatok egy lájkot, mert ingyen van. Tudni sosem adom a láb,
csinálom a kedvem, mert megtehetem. Én vagyok itt a király. Ez rólam szól ez a dal. És mondom, speciálban nekem írták. Mert te meg pont nem akarok lenni. Érted? Pedig én a hercegnő. Anyom, kibaszlak az autóból. Köszönöm. Mindjárt kibaszlak én téged az autóból. Valaki beírja egy random, hogy na, a Microsoft felvásárolt az Activision-t, a Blizzardot. Te tetves alkoholista kurva. Nem vagyok. Most azt nem tudom, hogy te részesedés közben belőle, vagy nagyon örülsz neki? Elnézést. Ez most teljesen átmozgat mindent az életemben. Ja nem? Valami jó muzsikát nem akartok tenni? Ja nem. Tomik, össze az 50-et? Nem tudom. Szabolcs a 48-at, Tomasz a 145-öt. Barna a 145-öt, kösz szépen. De miért olyan beszél? De ennek mély örül mindenki amúgy. Kérdezem. Nem rosszból. Londonba bárhová jutok én. Szóval... Figyeljetek már ide, most megmondom őszintén, nem tudom hova megyünk. Előre nem a házat volt meg. Ebben a levélben nincs megírva, hogy melyik ház az. Akkor meg kéne keresni, nem? Hát de és hogy keresed meg, hülye gyerek? Szag után vagy mi? Érted? Hát én nem tudom. Milyen rokonottól kaptad a topik? Hát nem az a lényeg. Hanem, hogy hogyan találjuk meg ezt a házat. Gondolom autóval megyünk, nem? Nem, gyalog. Most gyalog fogunk menni. Hú, de trajó, de annyira okos. Ne, ezt a kukát itt ki kell szednem, mert éhezek. Kukázzam már. Ádik össze 150-et. És a Ladislav kösz szépen a 25-et. Tomi az 50-et. Judy. Nem megy a karim, mert kurvára kihúztad a gyufát. Te agresszív geci. Ez mi ez az adás? Mi az adásvételi hely? Ez mi ez a szene, Juni? Nem rossz volt. Fájatok már! Juni, nincs pénzed? Ezt kapcsoljátok már ki, ez igen tré. Laci, kösz a százat! Jó van, jó nagy szar. Érted? Jobb, mint a bitódó. Hát akkor úgy innen. Szállj már ki, Erzsi! Jó, ez itt nem. Erzsi, állj! Erzsi! Szállj már ki! Erzsi, geci! Medd már ki a kulcsot! Juni, jó, bassz meg! Várján, ide nyúlok, kiúzom a kulcsot. Istenem. Pusztulj ki, Erzsi! Isten vágjon meg téged, Erzsébet! Ezt a verebet. Majd elrontani a... Jocok, a 200-at. Andor az 500-at! Nagyon-nagyon szépen kösz a csillagot, srácok. Gyere ide, hadd vegyelek fel! Tudod, mit megy éppen? A fogyatékos csúnyasági pótlégot, te verjém. Az kijár neked. Honnan tudod, hogy van ilyen? Biztos azért, mert te is szólsz. Te mesélte, jó van, szobd le magad. Figyeld, Ranyó! Megmondom, hogy takarékra tedd magad. Mert mehetsz a tarhonyafődre, napszámba. Bocsánat, elnézést. Mert most kihúszod a gyufát. Elnézést kérek. Ugye nem horogszol. De most igen. Honnan? Itt van farmház, igaz-e? Hát onnan a rákból tudja. Hát bazd meg, honnét? Hát nézz itt szemed, de nézz ki. Na ez jó lesz. Melyik az? Van valami ház. Íh, már erre nem bírom az éri, ki fogok adni a gázbob, de! Bazd meg. Semmi baj. Geri, kösz szépen. Csillagparti! Állítólag. Ez igen. Véred van a vezetés hozzá. Hogyne. Addig honnan jött a traktor? Üzemanyag az mindjárt izé leves. Csak mondom. Hát öreg, az véred, hogy gondoltál volna. Oda nézd, milyen kanyar volt. De miért rángatod, Judy? Nem fasz? Ez lehet az? Kapcsolt ki! Kapcsolt ki a rádió, Judy. Mert most... Miért tolatni akarsz? Azt nem tudsz, hogy mi? Igen. Már hangos a rádió. Nem tudok tolatni hangos zenébe. Eddig a Jokerben megnémult. Hát mert... Az a búzik nem beszélnek amúgy.
Hát most ebben van valami. Miért csak hallgatom a fasságotokat még gyerem mindig. Miért beszélsz, faszopó Giulio? Vajon ez az? Megszólag, megszólag. Ez az öreg, he? Figyelj csak, ez. Volt egy rokonyomút, hitták Tercius. Igen, ú, de milyen buszi neve van, he? Hát, nem ez a lényeg most. Biztos egy rossz köcsög az is. De itt tele van dobozza. Ez, és akkor mivel? Logisztikailag volt elhelyezkedve. Én már akkor biztos itthon vannak, kopogjál már. Dropshipping-et? Dék. Hopp, a kulcspont belement a zárba. Pont belement a zárba. Ez lesz az. Dika vas halló. Gipszkartom meg. Jó napot kívánok, tiszteletem, van itthon valaki? Halló! Jó napot! Öreg, ezt a házat örökölted? Tamez baklava. Öreg, ezt örökölted, ezt a házat? Te mi az, hogy elég tré passzopó? Te híd alatt laktál. A vasárat elnézést. Elég né, ez egy új szlom. Érted? A híd alól jössz, te csöves. Kurva anyádat, köszönöm, depőmentek az igényeid. Köszönöm, de hogy meghoztunk. Máté, hát, kösz szépen. Ez a ház, amit örököltél? Ez az, Dick. Nézd meg, ott ide is jó a kulcs. Stip, stop, alsó szoba! Ú, ez az én szobám, ez lesz az én helyem. Megkérdezhetem, hogy mi ez a putri? Aha. Itt azért van egy kis izé. Ez az én szobám. Tojásos szöket. Találtál most... valamit? Nem, de semmit. Dobozok. Ezt küld nekem, igaz? Mi ez a putri? Fejezd már be te, na, gyökér tojás. Fejezd már be. Már, örülj neki, hogy van fedélve a fejed. Hát drogos fölött. Volt ez a tercés? Semmilyen kábítószerek, ez nem élt a kábítószereknek. Nem. Sportnak élt, érted? Sportoló volt. Hát azt látom, itt is egy sörös üveg, ott is egy sörös üveg. Ebben gyűjtő volt, gyűjtötte a sörös üvegeket. Érted, van, aki bélyeget gyűjt, most ebben mi van furcsa? Nézzük messzit, hogy mi van. Igen, igen, nem amit szopti. Hosszú bélyeget, te köcsög. Hol vagy? Ez nagyon ez a ház. Hát úgy néz ki, elköltözünk a híd alól. Kicsit fáj a szívem. Ez lesz a közös hálószoba? Aha. Nem, itt nem lesz közös hálószoba. Megmondom őszintén, hogy most ez az én szobám. Ez az én szobám. Ez a Terike szobája. Ez itt az enyémén. Ez. Dikkel, de neked meg fürdőd is van, meg minden? Hát hogy, de hát a laposztályho, örök panoráma, fiam. Minden. Enyém ez itt, nézzétek. Tiszta izé vagyok. Oligerha. Oda néz. Dik, ki az ott a faszokó ott lent? Szia! Elnézés, buzi! Halló? Hát én itt lekommandózok. Babám! Szia, ne haragudj, tedd már fel a fejezedet! Szia, izé! Jack Sparrow, mit csinálsz itt, szomorodjál ki? Semmi gond. Hogy ne lenne? Hát őszintén megmondom, egy izét keresek egy... Az nincs. Kínzó embereket. Semmi gond, őszintén nem kell. Mit keresel? Kínzó embereket? Igen, itt vannak egy olyan, esetleg olyan izét kaptam információt, hogy van egy olyan... városi ember, ahol lehet kínozni. Semmi ilyesmi nincsen. Figyelj, mert azért... Jó van, Jack Sparrow. Nem. De, esküvéletlen van. De mivel fogsz elmenni? Várjál. Ez a kérdés. Krisztián, kösz a 35-et. Violka, kösz szépen, aki Máté. Anna, kösz a 99-et. Szabi az 5-peret, Norbi az 5-peret. Zsolt a 45-et. Vedd el nyugodtan, neked adom, csak értem. Elveszem a jobb zsebi Violka. Marihóna ajánl, 200 cigit. Azt mit keresel itt, ha? Mondtam, de esküszöm, egy ilyen kínzóan betkeresek. Na jó van, többet itt meg ne lássunk, mert itt probléma lesz. Itt új oroszlában a városban. Érted? Köszönöm, ide te veszel. Szerelmi fészkünkben van? Komolyan, a szerelmi fészkünkben. Tranyó, tedd már magad takarékra stabilóddal pekvésbe, mert most már ornyergen basszolak. Fejezd be ezt a izét, ezt a buzi romantikát. Nem bírom ezt idegileg. Érted? Gyere, akkor játsszuk le. Gyere. De mit játszol le, merém? Merém arcú. Hát szétkloffolom az öreg fejedet. Jaj, szétkloffolja a passzokat a szájával. Te is foglalkozzál vele. Szóval hol hagytad a hajódat? Én kikötöttem be az meg ott a picsába, ott a büdös cigánykára. A fekete gyöngyöt? Na, éppen cigányozzál, ne cigányozzál. Davy Jones. Cigányra csak cigány mondhatja, hogy cigány. Figyelj csak ide. Én félig cigány vagyok. Figyelj ide, berébarcú. Tied az a zöld izé? Szekér. De enyém, az? Igen. Hát, mi van, ha igen? Akkor ki kéne azt nyitni, mondom, mert problémába fogsz ütközni. Pont van, meg lesz.
Ezt ki kell nyitni, ezt most, szia. Tessék, itt is van. Majd nézzem. Hallod, öreg? Aha. Azt a rohadt. Új ház, új kocsi, az hát igen. Megjött az élet. Hát csak én kellettem ehhez. Szobd le magad. Nézem, milyen berdát szereztünk egyből. Majd eladjuk papírok nélkül. Ó, gyerekek, itt az ki fog nőni a izé. Ahova húgyazunk, még ott is kinő a muskátli. Bálint, kösz szépen, Máté! Nagyon szépen kösz a 300-at, és mindenkinek kösz a csillagot, srácok, nagyon nagy királyok vagytok. Kösz a támogatást, és nyomjatok egy lájkot, mert ma teljesen ingyen van. Nem találtunk semmit. Figyelj csak, öreg, én láttam, hogy Júlió szemében az érítséget. Ezt láttam én is, rendes kisárgú. Én vigyázzék, mert lehet bele fog piszkítani az ágyadba. Már most, amúgy szerintem elkezd itt a bosszú hadjáratot, hogy neked több van, mint neki. Hát látom rajta, hogy egy irigy geci, ő olyan tipikus, tipikus a Noah. A szeme sarkából rád pillantottam. És mi hagytátok elszaladni ezt a paszt? Hát te mondtam neki, hogy gyalog van, csak arrafele kiárat. Hát, azért nem semmi, az örök hálába tartoztok azért. Milyen életet biztosítok itt nektek, Dick? Érted? Hát, Hát, de viszket a lyukat. Én? Anna, de tranyó, geci? Nem akarsz eltakarodni a kurva anyádba, onnan jöttél? Ezt már mondjuk kérdezni akartam. A fejedet, de most de az Erzsébet ne beszéljük. Ember kell... Már Jokerre, mert van dolgom a tranyóval. Nézzük, mi lesz ez. Kipiprom majd a barátokat köcsögőjük. Megbaszolják! Jöjj ki, öreg! Á, bazd meg, nincs rajtam a szemüveg. Még kitiporja belünk. Addig ember kell oda válasz, nem ilyen kis nyálas. Kiszopja a paszt. De itt most egy új vállalkozást fogunk felépíteni. Mit? És mit? Vámoltatni fogjuk az embereket. Hát öreg, tudod mi jutott eszembe nekem? Igen. Idefele jövet láttam, milyen kis... Földek vannak itt, milyen terméseket hozhat ez itt naponta? Tomi, köszön egyberet! Farmerokat bevetjük, érted? Hú, bazdmeg, házosodik paradicsom, a gazda, minden! Uborka, saláta, mindent be lehet itt vetni. Az igen, krumpli. Még a hideg is, érted? Kirázott egy, a siker útjára léptünk, bassza meg. És nem csak, hogy a termés útjára. A miénk, de abból a százalék is a miénk, a fele, amit kerestek. Ajjaj! Látod, bazdmeg? Valaki valahol... Ezzel mi történt? Őzni. Elnézést! Teszem! A faszop összetörhette. Juni, Juni, ezt hogy csináld meg, mert... Ilyenben a fészerben még nem is voltam. Mi van ott? Kaját kéne találnunk amúgy. Be lehet venni? Na mi van ott, Dick? Gyere csak ide, Junika! Hozzad, hozzad a zsákot, mert itt a bodza nő, azt le lehet adni kilóra. Le kéne szedni szörtnek, mi? Hát, leadjuk a rákba. Eladjuk? Hát hogy a faszom vele? Ricsik, össze 200-at! A bodza fáj, Sanyi a 100-at. Dick, ez mi van itt? Öreg, milyen autót örököltél? Dick! Az igen! Ez mi? Az igen, he! Mik vannak itt? Igaz volt minden álmom. Na jó, de ezt én örököltem. Aha. Elvisztek egy karikára, gyere! Márjál, már hagyd nézem meg, mik vannak itt. Ez az én kocsim, Mátor. Ez meg az enyém. Hogy kell meg? Képzeljétek, hollóztunk egy hatalmasat az Erzsivel. Na. Oda vigyázz, Andy. Na? Figyelj ma! Igen? Menjünk el a szerelőterepre, azt pimpeljük fel. Tudod, hol az új szerelőtele? Hát nem, de te tudod. Jaj. Az a baj, az ilyen úri gépjárművek, azok föltörik a seggemet. Nekem ez nem köt. Az az, mi töri még fel a seggedet, öreg? Az mi volt, Juni? Mi? Az anyád picsája. Az mi volt? Az öregenek ilyen kocsiában. Az első ilyen autó vitt itt át a garázs. Csuker. Milyen kocsik vannak? Az a baj, hogy nem lehet megnézni őket. Jába Mustang. Szultán. Én megtaláltam az optómat. Melyik a mutasd? Én is, ez az enyém. Nézzük. Ez az enyém, aha. Nem, nem, az az enyém! Hagyd nézzük. Az igen, itt az én. Ez egy RX-7. Ez igen. És ez mi a faszom? Így, kis darás, te.
Én azért most már nem szerénkedek. Az igen, de milyen autó? Ezt itt találtam a garázsban, ezt nem tudom milyen. Most ez komoly öreg? Mi? Mi felvitte az Isten a dolgodat? Ez nem az enyém, én passzopó, most mondom, Dick. Azt figyeld. Ímore. Cinematikus bácsi. Hogy lesz? Mi? Ezt így akartam. De figyelj már, ez a tranyó neked, miért passzagó lehelletett a csöves? Hát már sokat vagyok a közeledbe, tudod? Na várjál, ez, ezek úri autók, ezek nem nekem valók, Dick. Nekem ez... Várjál, ebben van váltó, hadd nézem csak. Ebben nincsen, te merjém. Hát akkor az nem a váltó volt. Hát ezek nem az öregnek valók, szóval nem is akarom jövetek használni. Jövetek veled, öreg. Már egy picit, hogy gondolkodjak? Nem. Jó, akkor jövök veled, nem beszélj. Nem tudom, mik vannak. Megnézzük őket, mi az a GTO. Hát ez sem az, de... Hát ez egy fos. Elnézést, Juni! Szia! Szia! Akartam már mondani Joker valamit. Ezt ismerem, ezt is. Nem ezt... kellek belőle, köszönöm! Ez mi a faszom? Mi, mit hittél, mitet mondok? Azt akartam mondani Joker, nagyon jól élem aki, de hát ha nem akarod megtalálni... Megvan az új autó! Gondoltam! Rambert, te a fénfaszomat, te gyász! Ez ilyen van nekem, Judy. Hát honnan nem férbe az egész? Bassz meg, hát ez hihetetlen. Szép estét, hello, hello! Csíkos, a szugerők is van, jól állnak. Elnézést, Judy! Öreg, mögötted volt az Judy. Hát volt, jó mondtad. Miért nem szedi? Most... Nem, nem adja le. Ez szomorú. Most megnézzük azt, amit nem ismerek. Muszáj, srácok, sajnálom. Milyen az élet. Mehetünk? Aha. Tényleg ezzel jössz, Szöri? Miért? Hát... Ezzel, gyere! Ez... Mi történik, Dick? Elnézést! Most lenyírom a füvet! Hogy ütöd a dudát, hát? Lenyírom most a füveket, Dick! Vigyázzatok! A bodzának annyi! Ez az nem bodza! Jó, már szobd le magad! Ez lesz amúgy itt a farban a járkálós verdánk, nem? A tehernek között. Ha megnézed, mi van még. Ezt tudom, ezt tudom, ezt tudom, ezt tudom, ez nem adta le, ez nem tudom mi. Halladjuk kell, húzz már le az ablakot, mert megpusztulok itt a cigitus. Ugye csak szállják ki dohányozni, ez nem dohányz, és ez honnan száll ki. Ez lesz a jó. Nem szállok ki, meg hideg van. Erzsi, ez nem dohányzó, érted? Meg is vagyunk. Hát már nem kellett volna neked az ajtót, átgyúlok rajtad. Juni, jössz vagy, meg mi van? Juni, geci. Persze. Pusztulok. De normális vagy, elnézést! Ne lépjem a gázra, Erzsébet, hülye vagy! Ti amúgy... Figyelj már ide, Erzsi. Basszatok már egy. Baszomat a száddal vert ki. Hát de egy, mert a az, azt mondja a Joker, hogy együtt vagytok az Erzsiben. Én nem mondtam ilyet, öreg, nem mondtam. Nem, az Erzsi mondja, nem te, baszd meg. Ja? Na ez, ez igaz. Ennyi. Ez mit szólsz? Miért nem adod be Joker? Szikkacsöcsit szopkodod, Dick? Na, megyünk pimpeltetni? Majd szorod azt a széttiport mazsolát? Pimpeltetni megyünk? Akkor én is hozom azt a versenyautót. Jó, a szobla versenyautót. Mehetünk. Na, gyere! Kösz szépen, Ricsi, kösz szépen a 333-en. Mi van? Hogy vagy ma? Hát most megyre rosszabb, hogy itt vagy. De most őszintén, de most tök jó fel. Figyelj, megmondom őszintén, Tranyó, hogy mi a helyzet. Együtt vagyok, egy nővel. Érted? Te egy izé vagy, egy szerencsétlen harmadik. Érted? Felfogad ezt, Tranyó?
Van a sztoriban fasz, vagy nincs a sztoriban fasz? Hát hogy ne, itt van alattam. De hát, kapok, emnek... vagy nem kapok? Nem, hát te nem. Ha kapok, akkor jó, ha nem kapok, akkor hát figyelj, egyeztessél. Egyeztessél itt a Junival, mert ő tudom, hogy ilyen nyitott gyerek, érted? Hát én is nyitott vagyok, alul felül. Hát meg... De mit csinálsz, Giulio, bassz meg! Ez hihetetlen, ez a pali. Szerintetek normális az ilyen? Elpullok, ne simogassál már, bazd meg! Te Tranyó, fejezd be ezt! Kihajítalak a kocsiból! Attila, kösz az ötvenet! Fejjel is simogatok! Figyelj, Tranyó! Tranyó! Állj le! Állj le, Tranyó! Állj le! Kettő! Menjátok elém! Három! Istenem! Ez a beszéd! Fejezd már be, Tranyó, bassz meg, meg akarsz halni, normális vagy? Fejezd már be! Senki! Szállj ki a rákegye ki azt a retkes gyomrodat! Szálljál ki! Szállj ki! Puszuljál ki innen! Te szexuális zaklató geci! Nem fogod per, miről van szó? Te paplan szemű csöves! Álljál le most már! Összetörte miatt az a kocsit! Te verébb arcú. De ez csak öt fogás volt. Jó van. Szálljál ki, komolyan mondom. Szálljál ki, Pele. Szálljál ki. Szálljál ki, Tranyó. Mert szembírom, be kell bassza. Mert szembírom idegileg, amit csinálsz. Éci, apu, ne. Takarodjál ki a kocsiból, verém. Ne. Mondom, takarodj ki, buzi vezér. Mert széteszel Berdesbe. Bocsi. Kérlek. Ne konyörögjét, szálljál ki. Pérfi legyél te. Szállj ki! Kérlek, ne! Na most mi lesz? Faszom. Létsz. Mi az, hogy mi lesz, Dick? Te vagy a mesélő, vagy mi? Na mehetünk? Menjetek! És akkor öreg visszaült a trakacsba, aztán a... Judy, bassz meg! Fejezd már be! Mert miért ne? Ki vagy te, hogy azt mondja, hogy ne menj, ne gyere arra, nem megmondtam? Ne gyere erre, ne gyere arra! Csak arra várok, hogy lecsaphassak a Junira. Tegyek egy kis zenét? Tudod, mit tegyél? Takarékra magaddal. Hallasztok, fogjál, te kurva. Gyerünk, hangosabban! Figyelj már, de hát most szólok a születbe. Adok neked 300 dollárt. Hogyha megsimogatod a szüregnek a fülét. Fejezd már be, Erzsi, bassz meg, hát hallom, mit papázol, verém. Jó, akkor a bal kezemmel megfogom az örének a bal fülcimpája helyett a jobbat, és elkezdem húzogatni egy kicsit a fülcimpája. Ne húzogassál, tudod mit húzogassál? Nyaldj meg! Ezt a verebet. Takarodjál már! Tranyó, tényleg fejezd be ezt az erőszakos szexuális dolgokat, mert komolyan mondom, meg fogod járni. Meg fogod járni. Érted, faszopás? Most már tényleg az én. Jó napot kívánok, tiszteletem! Halló, jó napot! Kifele szálljon mindenki, szálljatok ki ebben. Én nem merek ki szállni. Szálljál ki! Attila, kösz az ötvenet. Dikadni nyugdíjba ment mindenki. Elnézést! Az igen. Itt mi van? Zenét lehet kapcsolni? Vagy nem? Azt hittem. Faszméregetés. Hol mérik? Ez hivatalos? Mert akkor oda megyek. Dicsi, kösz a 470-et, nagyon-nagyon szépen kösz, haver. Mi a tényállás? Mi a téma, pürött téma? Nincs itt senki, Dick. Hát Giulio már megint be vagy állva, mint a tom. Át kell menni ezt a telepet. Azt mondod? Én szerelőmester vagyok egyébként már évek óta. Hát ez az én telepem amúgy, ezt én örököltem. Neked egy telep van a lábad között, egy gombatelep, te pusztulat. Milyen izé van itt, te merébarcú, ha? Hát itt én vagyok a főnök, te csöves. Tudod, hol vagy főnök? Anyád hátán maximum. Na jó, most akarok ki innen a műhelyemből, amíg szépen... Te tudjad, kivel beszélsz, faszopó? Na jó,
Hopp! Tudja, tárni csak a bárt reggelt szí... Eddig elraklak, elraklak! Tudja, tárni csak a bárt hosszú pólót! Eddig már úgy itt, mint egy nő, te kurva! Hát pusztulat egy ember! Szép bassza baszta csúnya fejed! Állj le, trogyó! Te berébb geci! Na is él akkor, te fasz szupó! Nem ütök szart, mert csak fröcsög, érted? Hát kurva anyádat! Mi van ott a jobb harag? Feküdjél, te mit pekszek, hülye gyerek? Szapulj, csak meg akarottam nézni közelről, mert baktériumok szépen vannak ott a linoleumon. Gyerünk, Erzsi, adjad neki, adjad neki, adjad a faszopónak! Jó van, te kurva, szétbaszlak most már, hát nem ilyen, hiszem el ezt a viselkedést. Ilyenek leszünk mi is, egyszer. Na lehet, te már ilyen vagy, Junior. Ez a probléma. Szia, piroska! Én vagyok a nagymama, gyere csak ide! Alád berem a lécet, az lesz majdnem mulas! Jó napot kívánok, tiszteletem! Halló, tessék, ki van a vonalba? Szia! Mi a helyzet, geci? Figyelj csak! Kicsit olyan furcsa a mosolyod, micsodít az dik? Minek körülsz, mint akit baszni visznek? A gyengék állónak húzik. Na jó, geci! Itt a műhelyen ez egy tollbaj. Rendőrséget hidd már ki. Helyezd már be! Hát mi bajotok van? Ez le van szedelme annyilag. Máté, kösz a 4-hetben. Dani, a 100-at is, Ricsi. A 4-hetben. De figyeljetek már, de még kell minden egyes alkalommal. Lesz! Ezt komolyan mondom, hát ez hihetetlen. Kedd elő a fegyver, csak fegyverrel vagy, Jani! Csak fegyverrel, fegyver nélkül nem tudsz mit csinálni. Öreg geci! Álljál le, passzopó! Megmondtam, álljál le! Hallod, amit mondok? De akkor nem tudjál, te köcsöm! Kurva anyádat! Hopp, ez most mellé ment. Gyengék, elhullanak, öri! Fejezd már be, geci! Fejezd már be a rák egyeki azt a retkes gyomrodat! Gyere, megveregetem a vállalat, ügyes voltál, jó? Így van, jó voltál! Ezt a kurvát hihetettel. Ügyes voltál, ügyes. Nem bírni vele, geci. Rózsaszeremónia van? Juni. Egy hölgyel hogy viselkedhetsz így? Hát kell a rágnak ilyen nagy... Nem sokára itt a nőnök. De nem ez a lényeg, te köcsög. Legalább lakkal lefújtad volna. Nem láttad, hogy milyen lesütött szemmel mondta Erzsébet utalvány, és szerelmes ittas szavakkal... Szerelmes ittas szavakkal, hogy ezt neked hozta. De megint bazd meg, nem a lényeggel törődsz, passzopó! Na mivel? Hát, hogy neked szedte ezt a szájba baszott virágot. Érted? Lemegy kutyába... De akkor úgy alászkodjál már, mint egy kutya. Lemegy kutyába, azt így viselkedsz. Hát hol ezen a hálam? Megy csak a kutyába, megy le alfába. Na várjál. Helyes. Nézzem, mi fasz van alatta? Erzsike. Hát, látom. Nem, ez ő... Istenem, hogy te nem tudod befogni ezt a retkes pofádat, nem tudod befogni. Hát ez már nem hiszem el. Kussolsz 5 percre? Hát hallgassuk már meg az Erzsébet, hát. Igen? Hát rájöttem arra, hogy a... Igen? Melyikre? Hát ez hülye. A helyes válasz bundás kenyér. Igaz? Beleszerettem a Giulióba. Ne baszd meg. Megjött a szerelő, jól hallottam? Giuni, ne, légy szíves. Megfelelőbe. Gyere ide, fiam. Gyere ide. Tessék. Gyere ide, mert most már tényleg főhúzod. A cukrom már az eget veri. Nem hallod, mit mond az Erzsébet, te popáltan kutya? Hát hallom, de a rákot érdekli. Ez mindig fűfával összebaszik. Hát de figyelj csak ide. És akkor mi van? Megbaszta azt a járók előtt, csak jól csétál. És? Most, ez miért fáj neked? Ezzel is lefeküdne. És akkor mi van? Ezt ilyenbe lógassam be, ilyen barlagba, aki mindenki. Nem segítségre lesz szükség. Júliumban hány éve nem volt nőtt? Állítólag gyilkosság történt itt, azt mondja az Júliumban. Hány éve nem volt nőtt? Melyik az? Nem kell, rárajzom a filccel a kezemre egy pár, vagy két szemet, az kész. Egy pillanat, jön a kollega is, megbeszélünk minden gyorsos. Vigyázzom! Most ezek elsőre élőt mi van itt? Hát hogy érted? Mi van itt? Szex. Legalább egy jó szádba lóg a keksz. Mint az öregem, meg a Jokerrel, meg a Lalival. Mi ez a panasz? Mert legalább nekem van a faszom, erre utalsz, mi? Neked mindenedben csak a passzod, nem? Nem tudnak engem kielégíteni. Jó, hát azt a széttaposott kozák sapkát, addig kell popozgatni, míg hólyagos nem lesz a tenyerem. Ha van akkor a pina alattad, mint egy öttalicskás betonkeverő, te csöbes.
Mit magyarázol itt? Egyszerre hárman nem tudnátok engedni. Hát mora egy tűzcsapot megeszik, úgy eszi a paszmiros dabasat. Puszulat egyen. Hát vegyél magadnak valami bárondítatos paszt, az biztos elég lesz. Te. Beneketlen picsájú kurva. Igen, melyik az? Ja, azon az oldalon láttam egyszer ilyet, ahol azt írják, hogy 30 éves anyukák, meg szexélyes anyukák a közeledbe. Ilyenek. Én? Hát díkát már így is úgy szedem össze, mint segédmunkás a hosszabbító. Bazd meg. Én is sem vagyok azok. Hát hogy ne. Jöjjön már odébb egy picit oda, kérem. Csak egy-két kérdésünk lenne magához, semmi válasz. Gyilkos? Ez egy gyilkos? Tessék. Ez a színes bőrű. Megmondtam, ezek a migránsok elveszik az asszonyainkat, a munkánkat. Ez egy migráns! Tessék, jó napot! Na, uram, tehát... Elesett a gyermek. Meg ki a barátunk? És kaptunk, hogy itt állítólag agresszív megbántalmazta azt a bizonyos hölgyet, aki most... Semmi nincsen, csak előadtam magam, mert a Junióban elegem volt, hogy állandóan embereket tőlem. Ugye ez a Junióban, ez egy buzi. Annak összeszubott, Máté a 4 hónapot. Öreg, én nem voltam, ezt nagyon jól tudom. Így van, koronatanú vagyok most. Köszönöm. Megint elfogja magát sírni, figyeljen. Figyeljen. Jó? Figyeljen. Picit jöjjön oda, megkérem szépen. Elnézést! Elnézést, biztos úr! Mondja mi a én nem merek oda menni az a vadállathoz! Az ügyvéd jelenlétében nem kíván felszólalni, az ügyvéd jelenlétében... Tegyünk ki szerintem az úr maga. Már el is döntötte. Már el van döntve. Igaz? Igaz. Na, miben segíthetünk? Itt van az öreg ember is, meg tudja mondani azt, amit erősíteni. Igen, hova menjünk? Jöjjenek mind az egészen, ide beszélgetek. Le kéne tartóztatni azért. Jó napot kívánok, G.I. Joe kapitány, tiszteletem. Na, itt vagyunk az egészen, akkor miről van szó? Rambo őrmester. Igen? Ő állítólag megverte őt. Már kicsoda? Ő? És ő állítólag meg hazudik arról, amit ő mond. Ő verte meg őt? Igaz? Igen. Így van. Igen, így van. És a helyszínelés során milyen bizonyítékokat sikerült begyűjteni ezekben a nehéz időkben? Jó napot! Tiszteletem! Hát, amint kiderült... Ja, hogy az még nem is volt? Szóval itt Jónás van a csónakban, és a Fekete Péter az most kivételesen a fekete emberné van. Ami azt jelenti... Elnézést! Azt jelenti, hogy a rám ruházott oda-vissza néző cigánbajdai jogosultságaimmal kapcsolatos tevékenységekkel közben, félszemmel periférikusan, jobbra-balra nézve, mint a kaméleon, észrevettem, hogy erőszak ülepedett meg itt a lelki világom környékébe. Ezért karpilosra baszta a picsámat az ideg. Értik? Tiszteletten. És egyszer csak arra lettem figyelmes, hanyat homlok kapitány. Igen, hogy arra itt, figyelmes van. Hogy itt olyan... Egy golfütővel agyonverték. Hogy durrogtak itt a poponok, de úgy, hogy a böfőt leugrott a polcról. Ezért odakaptam a tekintetemet sebben lobbal úgy, hogy fejemfordítása közben orromat kikezdte a szél, és ekkor egy drámai zenét kérnék, hogy ti, mert most jön a nagy csattanó. A bűnös, a színesbőrű fiatalember. Tiszteletem. Látja, ott a Málkosáron, amit mondtam, nézze meg. Ez van. Amúgy nyugodtan át lehet kutatni, nálunk baseballzítő nincsen meg semmi. Kutassanak át nyugodtan. Figyeljenek ide. Ebből már ős dolog lesz. Így van, be kell vinni. A bűnösök bűnhödjenek. Jaj, apropó, hol vannak a szerelők? Csak azt még megkérdezném. Hát igen, mi is őket vártuk. Én most beadtam az ön életrajzomba. Hogy... szerettem. Mert én egyébként egy nagyon fantasztikus és munkavégző fiatalember vagyok. És most beadtam az ön életrajzomba. Így van. Akkor ott a BMW-t kellene szerelni. Hát az a baj, hogy a kutya se baszik ingyen. Ezért nem tudom megcsinálni, amíg izé van. De nem bírálták még el, mert igen. És amúgy. Kösz szépen Anna, Máté a 4 hónapot és mindenkinek. Dolgotás, mi történjen, mi legyen? Az a baj, hogy itt mindenkit be kéne vinni. Milyen? Mindenkit be kell, ez egyszer biztos, csak itt most hárman mondanak öt fele. De melyik mond, ki az a három, amikor négyen vagyunk?
Hát egyszer jó, lenne való. Az a matematika, ez nem a barátja magának. A hölgyel nincs probléma, mert neki nagyon nincs köze. De nekem sincs közöm hozzá, mert... De mégis beleszólt a dolgokban. Mert itt el is mondtam, föl is mondtam a munkahelyemen tavaly, mert nem adták meg a 13. havit. És azért, mert gyógyszeres kezelésre kéne járni, és azóta fogok majd mindig várni. Értik? Így van, szexuális szolgáltatások. Így van. Így van, ez az igazságos magatartásokkal kapcsolatban. Így van, de ki fizeti ki? Te szexuális izé vagy? Elnézés, kitartott izé? Stricid van? Ki a stricid, a Giudio? Erről van szó? Te vagy öreg, te vagy. Én? Te ezt ne hazudjál. Nekem te semmit se adtál, nem is tudtam, hogy kurvelkodóan. A brand tegye ki azt a retkes picsádat. A Lajos az családi vállalkozás. Milyen Lajos? Én nem ismerek semmiféle Lajost. Na most már Lajosunk is van? Az volt. Ahol a Lajos? Igen. A Lajos azt mondom, az ezek bolondok. Így van. A Lajost azt pár nappal ezelőtt az igazság fél volt a fekete. Azt is ő verte meg. Elnézést. De uraim, elmondom, mi történt fél órával. Ezelőtt hát három úriember, három úriembert a belvárosba, ez az úriember úgy megvert. És megint miatta voltunk bajba. Most ide feljöttünk, hogy chilleljünk kicsit az én haverommal, a spancimmal itt. Az öreggel. Meg az anyjával ennek a szaros koszostak, érti? Jó mert beszél. Együtt, hát hogy is mondjam, nem akarok szofisztikálatlan lenni, de... Muszáj néha. Igen, csak oda szoktuk verni az anyjának, az mert Isten más nem kapom meg. Úgy, csak kolbásznak, mint nap. De ide jöttünk, és az úriember megint csak a holidayünket a fizetettet ráadásul tönkre tette azzal, hogy megtámadta de mi az a holiday? A valamit. Mi az a holiday, hát bocsán? Holiday. Az holiday. Mi? Hát holy az a szent, a day az meg ja, a nap. Azt hittem a holy az egy lyuk, érted? A glory hole. De a lyuk is van, igen, de az a holy ja. Glory. Ja, elnézést. Egy, akkor ki hazudik? Most a végére ki hazudik? Szerintem mustárezredes. A gyilkos mustárezredes. Melyik mustárezredes? Hát ez az. Hát ő hívott, én bejöttem szereltessem. De ki hívott? Engem hívtak? Ő oda hívott engemet, hogy jöjjek, segítsek, mert problémák vannak. Így van, ez igaz. Most már a végére kijött itt mindenki hibástak, sőt a végére már mi rendőrök leszünk hibástak. Lehet, hogy maga nem, nem, maguk nem hibásak. De miért? Nem öreg, nem mondj ilyet. Nem miért? Az úriemberek nem hibásak azért, mert a fekete úriember nem bír magával, és már másodjára ez igaz, ez tényszerű, hogy a mai napon már másodjára. Négy ember tölt meg mai nap, ez négyet, de maguk semmit nem kezdtek. Agressziós. Tehát, ki a hibás, maguk a hibásak. Föl kell jelenteni. De nézzen rá, hát ártatlan az egész ember úgy, ahogy van. Ez ártatlan! Hát te legyetem nézzen már rá. Ki? Ez ártatlan? Nézzen már rá. Na figyeljél neki, de... Amire megmozdulok körbe, hogy aznak olyan lassú vagyok. Aha, igen. Ja, persze. Jó, biztos urak, én azt javaslom, ezen a problémán emelkedjünk belül, és itt dénes tesztet kell csinálni, hogy a gyilkoson elhelyezkedik a vére az áldozatnak. Milyen tesztet kell csinálni? Hát dénes. Dénes. Nem hallott még róla? Nem hallott még arra? Interneten ez van. Ezt a Horáció K6-nagyban láttam, tudjadik. A fővesz a szöveget és mindig néz meretten. Így. Meg egy csomagkán vagy, nem öreg? Igen. És megoldva. Mindig csak fővesz a szöveget, távolba mereng és megvan oldva az ügy. Érti? És magánál van ilyen szemüveg? Hát az most nincs. Fölveszi és a távolban néz? Nincs. Nálam, nálam nem ügy van, hanem a faszomon egy rügy. De az már régóta ott van. Lát, kinek mi jut? Van akinek szemüveg, van akinek rügy. Érti? Ez is valami. Szóval én azt javaslom cigánbajdai hivatásommal kapcsolatosan, hogy a színesbőrű fiatalember bűnös. Ez a meglátásom szerint való eljárásos tekintetes nézések. Érti? A legalább valami hozzászólás ehhez. Melyikhe? Nekem? A bíróságon intézzük. Így van, a bíróságon kell akkor a bűnös a bűhagyjenek. Hát akkor... Lesz ilyen dénes tesz? De figyeljenek, mert urat, a gépjárművünket azért... A gépjárműveket azért nem tudjuk itt felejteni, mert azért... Nem baj, a gépjárműveket majd... Jelentős anyagi kár keletkezne itt. Akkor csak bezárjuk őket. De mire foglalja le? Elnézést, hagyd kérdezzem már meg. Hogy gondolják ezt, hogy lefoglalják maguk a gépjárművet? Itt nem marad, hát elrébb kéne jönni, mert nem nyílik ki az ajtó. Hát de szólja, Tesco Zsiázsó kapitány. Hát van, aki rendőrnek tanul. Mindenki rendőrnek születik. Van, aki tovább vagyok benn. Micsoda? Gyere elrébb, kollega. Elnézést.
Na, hát itt vannak a gépjárművek. Ennek a lefoglalásához nem járunk hozzá, nincs jogalapjuk ehhez. Hát ez az autó lesz foglalva. De miért? Aha, mire föl? Itt panaszok nem lesznek. Azért mondom, ne basszam el meg a radai szűz, hogy itt lefoglalják. De hova indul el maga most? Én viszik az autómat maradjunk. Hát kiállok a parkolóba, hogy ne foglaljuk el a helyet. Lője le! Kapcsold a kamerát, rendőri tülkapás! Black Easy Lives! White Lives Matter! A bűnös! Ez normális? Ez... Hát de ezt ennyibe hagyják? Tiszteletem! Jó, rendben, akkor bilincset rá. Ezt most direkt csináltam. Az jó volt! Szia! Úristen. Hát ezt a tömény erőszakot már nem lehet elviselni. A rendőr az azóta ott van. Most nem tudom, a Jokerék, azok... Ezt én el tudom tenni? Ajjaj. Itt az egyik, ezt le is tartózom. Elnézés, viszlát! Feltett kezekkel. Elfogyott a feltett kéz, már elhordták a legyek is. Mindig ezek a feltett kezek. Nem akarom bekapcsolni az övet addig. Hú, hát még mindig villog a verda. Le akar tartózni. Ez a szemtelen fiatalember. Hol vannak a többiek, bazd meg? De másoknak is hagy. Hát nem vagy egy ilyen... Kocsit akartam cserélni amúgy. Szeri, kösz szépen az együttudót, haver! Nagyon szépen köz a támogatás, srácok! Mindjárt elbújunk valahol. Valahogy kocsit kéne cserélnünk amúgy. Ej! Szeri, jobbulást kívánok neked, haver! Itt valaki nagyon szirénázik, és ez miatt félek most. Szia! Szia, Ray! Hello! Te mit csinálsz itt? Hát most képzeld el, hogy... Elvitték a kondot? Begörcsölt a lábam. Azt megálltam egy kicsit, mert bazdmeg nem bírom ezt a fájdalmat. Érted? Nem masszírozgat. Hát, de nem masszírozgassa engem, te kurva! Jön a mentőautó, Dick! Itt mentek a rendőrök amúgy. Akkor gyere, menjünk a faszomba! Ne, várjál már egy kicsit. Kocsit kéne cserélni, hogy ne ismerjék meg a Verdát. Hát azt... pont el kell mennünk arra felé. Arra kell mennünk, amerre jöttünk, mert ott van parkoló egyedül. Várjál, mert lesz, hogy letépem az ajtót most. Elnézést.
Hál' Istennek. Gerga, kösz a 85-öt. Hátul, jobbra menj el. Majdnem elkaptak az előm. Engem is, nyugi. Ne popázzál, Erzsi. Várjál, mert ott vannak, szerintem. Hol lehet kivetni a Berdát itt, igaz-e? Mire jó a barkács asztal? Én mosom a kocsit, hát. Figyelj már neked, mitől van erre pénzed? Hülye gyerek, ez nem az enyém! Ez az öregnek a... valami... Hát nem az autó, hanem az automosás. Elnézést! Egy pillanatra, bocsánat! Mi a retkes passzom csinálsz itt, hát? Normális vagy? Takarodj majd nem, bőr, te ízed rá a kocsit. Micsoda, mit mondtál? Passz vedd már ki a szádból, nem hallom. Nem, geci, nem, nem, ez a Jack Sparrow! Ez az... Karaggézzel le vagy tartóztatva mester. Melyik az? Elnézés, melyik az? Fel a kéz, fel a fel a kéz! Menj, 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 menj! Öreg, gyere, vettem egy új kocsit! Így, Zsuzi! Öreg, gyere! Elnézést! Nem tudom, lőhet a sofőr amúgy? Vigyázz, most Judy! Most vettem! Ki tudjátok lőni a kerekét? Hát nekem nincsen fegyverem. Lőhet a sofőr, valaki tudja? Micsoda? Normális vagy, bazd meg! Normális vagy! Ezt a passzopót! Gyerünk innen, Dick! Ebbe baj lesz. Jönnek, öreg! Álló helyzetben lőhet, az biztos. De ebben legalább van vízi. Vízi. Valahol bújjunk be, öreg! Kanyar után! Jó. A Judy? Szarom le! Jó, de egy gonosz ember vagy. Miatta vagyunk itt megint! Gyere utána! Végül is? Hát ez... egy tipikus Joker. Mi van, hogyha itt megállok? A parkolóba, mintha parkolóautó lennék. Öreg, 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 gyere, gyere, gyere! Ott jönnek! Bazd meg, de profi vagyok megint. Joker, te neked nem való jogosítvány, hát ne vezessél kocsit! Nem jó, csak az első nem hagy békén, hát! De ne fogdossál már első, te kurva! Még valaki négykézláb jártott az úton, hát azt néztem, azt néztem, Dick. Menjünk marrébb, azt javítson meg a szekere! Megbúvunk itt. Srácok, ha tetszik a stream, nyomjatok meg egy lájkot, tetszik, köszi szépen, és osszátok meg barátaitokkal, babával, papával, mindenkivel. Mert hát tudod mi?
Szállj ki az autóból, te gyász! Enyémet is csináld már meg akkor. Jó. Erzsi! Felfordult egy figyelj csak ide! Kerem, nem tudsz vezetni! A konga lyukad neked egész úton. Érted? Ilyen izé, macskafink szaga van neki. Érezni lehet az egész városba. Érted? Ajjaj! Öreg, aztán honnan tudod, hogy ez az én picsám folyó? Hát, megmondom őszintén, mert egyszer már beslukkoltam. Azt olyan szaga van neki, dék, mint egy retek. Érted? És ezt még kellett neked a szagógatni? Hát, mert te akartad, hogy szagógassam, mert ilyen undorító vagy. Érted? Nem igaz, te jöttél magadtól. Az a baj, hogyha benyalok oda, még jó is lakok, a brand tegye ki a retket belőled, dék. Na most érted? Akkor bald be őszintén, hogy tettem neked. Nem, erről szó sincsen, elnézést. Félre értesz most. Látod, a Joker is elájult, akkora passágot mondtál. Akkora passágot mondta, hogy elájult. Bazd meg. Oh, ne, bazd meg, elestem, nem láttad. Adjál már egy szendvicset, mert fölruglak. Erzsi. Ja, tényleg, mert összekötöttem a cipőtűzőt, mikor nem kell. Jó, van, ne hízeleg ilyen, adj egy szendvicset. Érted? Várjál már, mert van neked? Szaborodás egyen meg. Egy fogunk megpusztulni, semmi közepén vagyunk. Majd elmész, azt vadászol ilyen potkányokra. Fú, Erzsébe, te olyan károgó vagy. Nem akarsz elmenni egyébként valahova? Egy vészmadár. Meg híradóba? Annak jó lennél időjárás jósolni, mert kb. Ugyanannyira tetsz. Lövődöztek itt az előbb amúgy, nem tudom, láttátok ezt? Zsolt, kösz a 30-at, nagyon szépen kösz. Ádám a 100-at, fönn a hídon. Kösz. Gyerünk a gecibe, menni kell kaját, mert mindjárt kipekszek. De mi tényleg? Hát bazd meg, ezt nem tudom elhinni egyébként, geci. De bazd meg, hát mit megközel előttem állandóan? Hát de nézem, mit csinálsz? Normális vagy? A rákegyek a gyomrod a Joker, hát hihetetlen. Giulio, hova lett vajon? Lehet, hogy kilőtték. Jó, kilökjem a Jokert. Egy egyes nyomjátok a chatbe. Csak 15 másodpercben lehet, hogy hallja. Hihetetlen. De most már így nem fogom tudni kilökni. Egyes, igen. Jó. Hát majd... Dik, ez egy sheriff. Öreg, ez a kórház! Csak mondom. Jó, de itt egy boltnak kell lenni valahol. Bolt? Vagy az hátul van? Hátul van. Azt lehet, hogy be kell menni, nem? Várjál. Ja, ez benn van. Ez benn van. Jó van, itt bemész oldalt. Szállj ki, azt itt van oldalt a hajára. Az egy jó bátál vonalat, látom te is. Ez békéssabai kórház. Igen, ez a kórház. A vezetésről nem vitatkozzunk, Joker, mert olyan vagy, mint egy kibert passz. Őszinte leszek veled. Mondjuk pénzem az nincs. Szerintem. Ugye? Nincs. Hallod, figyeljetek már! Van pénz... Pénzetek van? Hagyjatok már körkölibe. Mert most nagyon megszorultál. Jó, de figyelj öreg, adok pénzt, de akkor az én rendem nem van tudva a hónapra, jó? Hát attól függ mennyi, mert azért itt ez nem így működik. Hát egy ezres. Hát ez egy kettő órára elég. Mert most tudod, micsoda? Nehéz idők vannak, fölmentek az ingatlan árak. Köszi. Jó, persze, $1000 azért a putréért. És a kaukció? Szia, Erzsi. Szia, öreg. Nehéz a legjobb, mondtam már. Csak köszöntem neked, már az se lehet. Ne köszöngessél. Érted, nem vagy te buszsofőr. Mert meg lesz rúgva a májad. Ember, energy drink! Én már olyan kedves, hogy ilyen már győztem, húzol rá. Szia! Én soha most nem hallok, rosszul vagyok. Mindjárt elájulok. Kérlek
Figyelj, egy 20 dollárért, de akkor kiszopott belőle a lelket a mai estén. Megbeszéltük. Legyen 15. Esze. Köszönöm egy. Azt a 1100 csillag? Dani, kösz szépen, nagyon ragyos vagy. Kösz szépen az 1100 millió forintot. Élőben vagyunk, és 1100 millió forint. Köszi, Dani. Erika, kösz a 30-at, Ádi, a 100-at, Zsolti, a 30-at, Ricsi, a szubot. Nagyon szépen kösz. Na, és akkor Junival most mi van, vajon? Hát én nem tudom. Mondjuk nem fogok könnyeket hullajtani, azt most... Na, de most hova menjünk? Mondjad már! Hát vissza a tanyárodik, hát... Na, zsa! John, kösz az 50-et, Ricsi a 200-at. Patrik az 50-et. Kösz szépen. Tiszta irigy vagyok. Ne mondd már, én is. De miért? Azért vagy így megsárgulva. Ott egy rendőrautó. Ja, most kéne kilökni a Jokerékat, mint egy... bosszú hadjárat képpen. Ez az, amiben volt szorulva? Ja. Hát ha utol érem, akkor kilököm őket. Nem így. Azt akarom, hogy megelőzzön is a közben. Árpi, kösz a 200-at. De mit csináltok? Menj már! Yes, vigyázz! Kerekét kérek kire. Nehéz amúgy, nehéz. Nem lehet úgy, mint a Judy. Jézusom! Normális vagy, Joker? Normális vagy? Pazd meg! Jaj, miért jöttél nekem, öreg? Hát te jöttél nekem! Hát de baszd meg, hogy jöntem volna neked, mikor én baszd meg mentem a sávomta, meg balra húztad a kormányt? Figyelj csak ide, van pedélzeti kamerám, ott az igazság, ki fog derülni nekem a bíróságon. Is, nekem is van, jelentsé. De nem én voltam a hibás, öriát, májszom, hogy... Ó, Istenem, hát nézed már ezt a... Erzsi! Nézed már ezt a üszkes kutyát, hát! Hát, Dick, mi van veled? Hát, vagy mint egy párza útszéli korcs, Dick. Pucsítasz itt, rák a gyomrod. A féknyomos nadrágodba itt pózolsz. Azt a szarcsik meg rá van kövűbe, Dick. Várjál, mert itt valaki megfordult. Mert probléma lesz itt. Nem látok senkit. Ja? Nem, hogy összepináztad a kilincset. Öreg, még egy ilyen belkizés. Pusoljál már, de Lerzsébe. Jó, miért nem nagy pofád? Nincsen. Nagy pofád van, ide nem ez egy sodor cigi, Dick, ez nem ilyen úri cigi. Ez de sodor. Tedd le a fegyet, ünnepi dohányok. Tényleg Erzsébet, te ne feszengél be, mint Pókol utcárásban, mert pofán baszlak. Ha a tockos kapsz arra kopasz tarkód rohadt rá meg, akkor csengedni fog a füled egy hétig. De mit csinálsz? Jaj. Mit csinálsz? Éretlenül előttelek, vigyázzál, mert a másik megcsúszik. Nem, bazd meg. El lesz tartózva. Érdek, olyan vagy, mint a lali kurva anyádat neked is. Tudod mi? Ezért hozzám nem szállsz be. Dick, milyen Lajos, Dick, azt járt a lyukad itt az előbb, hogy már nem vagy bele együtt, meg ilyenek. Segítsek, öreg, vagy megoldod? Hát ez most lökjél már meg. De rendesse. Nagyon jó. Ja, hogy most meg ide ülné, mi? Oda akar ülni, mert ide nem tud, nem tudsz ide beülni. Gyere, gyere már, esz! Vigyetszik. Baszika, kösz a 99-et, árpi a 200-at.
Ez nem volt szép, Erzsébet. Kapjuk el a Joker. Megérdemelte. Merjen, már hol lakunk? Itt jobbra, nem? Semmi baj, ez így volt, ez egy titkos út. Érted? Ez most egy nagyon titkos út. És nem Kossuth, hanem titkos út. Érted? Hú, öreg, egy igazi költő vagy. Jó, van, ne hízelegjél. Ne hízelegjél, bazd meg. Megdöglöttök egy szit, de most már. Mepélték egy magyará, mi? Örökre. Láttam rajta, te beréb arcú. Idegesen. Láttam, hogy péltékeny vagy. Csirazsák. De figyelj már, öreg, te hogy tudsz vezetni nulla kézzel? Én? Hát bazdok, fasszal vezetek, nem látod? Tepsi arcú. Szálljál ki pele? Mert ez most már azért elég volt ebből a szarszakból, amit előadsz itt magadban árasztó. Érted? Szóval a Joker, figyelj, csak azt mondja itt az Erzsi az előző utazásunk során, hogy az én összemelegettetek. Ennek van valami igazság alapja? Én már nem, de hogy? Öreg, hogy nem. Szerinted miért raktam ki? Nézze már rá! Hát lehet, hogy a péltékenység beszél belőled. Ha három macskám lenne, akkor inkább azokkal hálnunk együtt, mint ezzel. Hát nagyon válogatós vagy. Ez egyébként lehet, hogy meg is történt már. A macskákkal hálás. Azért van ilyen macska finkszag állandóan körülötted akkor. Ebben a korban nem hílik válogatni. Ezt nem te tanítottad nekem? Hát de Pinát még a közeledben nem láttam, Dick. Hát dehogy nem. Na ez hát meg a másik komoly Joker. Ez igaz. Hogy mondtad, Erzsi? Mikor láttál a kint téged nővel? Hát soha. Ez igaz. Mert amikor veled voltam akkor is, hát szó. Akkor mi volt? Olyan volt. Akkor olyan, a kufárosztál sose voltál nővel. Hát nem. Veled nem is lehetett volna lenni. Miért nem? Baszamad neki is, vagy mi? A rák honnan szerhet. Én nem számítok ebbe bele. Me? Miért? Mert én magamat nem látom, mert azt ott mondtam, hogy a Jokert még nem látom. Hát most nagyon őszinte leszek veled, hogy magadat nem látod, hogy képet adjak rólad. A hányás hozzá képes dobossort, Erzsikém. Érted? A szar az egy művészi csendélet. Olyan csúnya vagy, mint egy vasárnap hajnali diszkóba lesett. Érted? Nézzél rám közelről, és mondd a szemembe. Ez az igazság. Most ezt nem bántásból mondom. Nem rosszból. Érted? Hát te se vagy szem, öreg. Hát azt ennyiben le tudni. Már csak dacból és értettségből mondod ezt, amíg én őszinte voltam veled most. Érted? És ki kért meg, hogy legyél őszinte, akkor egy faragatlan tuskó vagy. Hát bazd meg. Olyan bukkó vagy, hogy... Igen? Fú, hát hogy? Kihetetlen. Igen, szédülök a betadot. Vagy bicskával leszem a fagyit? Vagy mire gondolsz? Hát. Ha? Tom, passz van alattam, mint egy ladapéltengely. Halád vágok, az ketté szakadsz, hülye gyerek. Érted? Milyen két centis szemedet kivágja, te csöves báda? Ha? Forduljál föl. Látod, milyen csúnyán beszél velem? 89 éve. Idehoztam, kibakartam a geciből, idehoztam egy kultúrát élő helyre. Az így viselkedik ez a húgyos picsájú kurva. Hát még szobát csak kaptam. Hát igen. És ez befolyásolja a jövőben. Egyik se. Gyere, megmutatom, hova fogok lakni. Gyere. Azért óvatosan, mert már van helyem. Gyere, Erzsikém. Figyelj csak. Neked gondolkodtam, hogy a hozzád illő helyet kéne megtalálni. Ez ebben a nehéz időkben. Nem. Nézd csak ezt a kis kompakt kis patika helyet itt. Ez lesz a tiéd. Nézd meg. Hát őszintén. Nézd meg. Sátornál jobb az biztos. Hát hogy a faszomban, de? Hát simán. Sima liba. De azért nem felejtem el, milyen őzőgeci vagy. Na megint ez az ócsárolás. Nem felejtem el. Ez megint ez az ócsárolás, te paplan szájú kurva. Ez az. Gyere! Mi van, Buzi Erzsi? Há! Mi van? Gyere, te kis csöves! Szíd a pingom! A rákonyomról! Gyere, kapjál el, csöves! Ajjá! Gyere!
Jó vagy, gyereke! Uha! Mennyit fisztáltam mostanában? Nem, mostan a jó világ, a jó világ. Gyere, kapjál el a kurva anyád először! Ja, bocs, nézd meg, hogy keverem a levegőt, Dick! Erzsike! Ki vagy pálva, Dick? Ki vagy pálva? Érted? Jaj! Tegyél már le, Dick, tegyél már le, mert mindjárt elhágyom magam. Egyébként sem érdekel, hogy a Giulio Balau fekszik a hideg sordő. De nagyon érdekel. De most aztán mindjárt elsírom magam. Hogy a Giulio fekszik. A nyolc is fekszikem valahol. Na hát az meg a másik fele, bazd meg. Kit érdekel? Mert rögzítve van egy kománt, az mi volt? Hú, öreg, azért van benned egy pár kiló. Hallod, Giulio, vegyél már fel engem is, légy. Hát most ezt nem tudom nyújtani, Dick. Te ez a Giulio kocsia. Kérlek szépen. Nem? Hát, akkor hol a Juni? Bement a házba lopni már megint a kutya? Azt hiszem, hogy nem vagyunk itthon. Láttam a szemes sarkába, kinézte Juni, az értékeket. Juni, te mit csinálsz egyébként? Ha? Most értem haza. Mi az, hogy haza? Kérlek, haza! Olyan balhéba keveredtem, hogy hűha. Haza! Mert kiben? Ájjáj, tekerünk vissza. Mi az, hogy haza? Te nem is taxi, Giulio. Dehogy nem, az én szabám fent. Én már kifizettem a lakbért. Te kifizetted? $100,000 volt. A Joker ezt tényleg kifizette. Joker, neked miből van pénz? Ő tényleg kifizette. Sose fizetett ki, ez egy hajléktalan. Mondom, hogy kifizetett passzopás. Milyen balhéba keveredtél, Judika? Hát nagyon nagy balhéba, jönnek a rendőrök, akkor nem én voltam. Mert megint te köcsög. Nem áll! Kurva anyádat, már megint miattad vagyunk a balhéba. Hát megint tegyek össze, gyere, így tettek rász! Most hirtelen négy ilyet tettem össze, mint ti. Bújj már, hát egyet rád, mert a csöng a füled egy hétig te verém. Hát már elég vicc, megint az Erzsit! Mi bántod az Erzsit? Mi bántod? Nem tartom el a Joker! Nem, ez nem a Joker volt, láttam! Te rák! Te is kérsz? Na, mi? Te is kérsz, Giulio? A rák a beledet! Nem fejezzük be, köcsög gyerek! Nem bírsz a picsát, de állandóan beregszel! Ha? Lányoknak nem ütött! Milyen lányoknak, Dick? Szoptad a passzomat, akkor meg örültél. Rátverek mindjárt egyet. Nem volt, hogy merre volt. Anyád hátán. Azon van hozzá, megbasztuk anyádba. Anyádba. Ja. Tényleg, ezt el is felé. De nem baj. Jó, én neked le kell feküdnöm a gecibe. Mert holnap megyek állásinterjúra. Nem mész is sehova. A McDonald's-ba fogok. Hát amúgy igen. Igen. Már elegem van a hajléktalanság. A McDonald's-ba. Tényleg kéne csinálni egy striptease bárt, ami franchise lenne. És az a neve, hogy McDonald's. Ezt most találtam ki. Nekem tetszik. Hát azt gondoltam. Te ne hízelegjél. Mit hízelek szállandóan, verébarcú? Ha? Azért, mert bókolok neked. De ne bókolgassál! Az előbb a rózsaceremóniára izé Giulióval összeszűrted a leveket. Érted? Hát te elutasítod. Úgy nézek ki, mint egy 70-es évekbeli lelakott tanácsi lakás, bazd meg. Öreg, te érted? Vagy a zsétterv. Nincsen, semmilyen nem vagyok. Én veled nem állok szóba. Hát mégis megtetted. Dehogy is. Te meg vagy szédülve. Öreg, mi kettő meg kettő? 14. Látod, hogy szóba állsz velem? Jaj, te gyász. Rafkos kurva. Takarodj a konyhába, azt főzzél valami. Ez a baj a nőkkel. Ez a baj a nőkkel. Megyek, fölgyújtom a konyhát. Jó van, szia. Úgyse az én házam. Dike! Nem látod, hogy hogy jár fel alá ez a büdös szöttyat, kurva? Hát mert most azt hiszi, hogy nagyvilági asszony, érted? Azt hiszi, hogy megy be felé, látod? Alatta. Dormi, kösz az 50-et, és mindenkinek nagyon szépen kösz a csillogva, srácok. Jött befelé, az ajtón. Így, látod? Így meg. Még felhordja az hát érdekes lesz, kíváncsi vagyok. Hát beképzelt, hülye ripanc. Kíváncsi vagyok, mi lesz. Ugye, most... Erzsi, szálljál le honnan, az nem a te helyed, az az enyém. Mert rá van írva a neved. Igen, én azért... Most ide költöztek az öregék, ugye? Juni, oda nem ülhetsz, mert ott a... Gondolom a tény. Öregnek a kutyája ül. Így van. Ja, akkor te oda ülsz, hogy mi? Te vagy a kutyám, Judy. Nem, mert én ide ülök. Te vagy a kutyám, Judika. Beszélni akartam bele, te foglaljatok helyet. Ebben a nehéz időkbe. Te kényelmes az a fotel. Ahhoz képest még itt tanyázta, hogy mi ez a putri. Megint egy nagy képű geci vagy, Juni. Érted? Cseppet már ki van ülve, mondjuk a rugóban, ezt jelutam. Erzsi, figyelj már, nem tennéd meg, hogy ezt a lyukat eltünteted onnan, mert mindjárt beszippan minket. Itt kapaszkodok a kanapéba. Ja, mert melyik lyukat? Azt kerestem, hogy lyuk van a palundik.
Na figyeljetek ide! Máton kezdve ez az otthonunk. Luxus, fényűző élet és csillogás vár ránk a jövőbe. Érted? És ki is fogjuk festeni a lakásban? Ne, azért, persze, ne, azért, ne. Te tudod mit festék ki? Azt hittem, ilyen kis családok leszünk, megcsinálunk végre. Kis családok. Zsüdi? Ékenségbe. Hát nekem hiányzik. Disznókat nevelünk meg, teheneket. Nekem hiányzik a híd alatt. Jó, akkor pusztulj vissza. Hát, rákedje meg a picsádat, akkor minek jöttél? Ha? Erzsi. Hát, mert hoztatok. Ja, ez igaz. Mint a szar a cipőnk talpán. Na, de mindegy. Akkor ne... A mai éjszakát itt fogjuk tölteni, és megnézzük, hogy... Igen. Hogy... De én azt javaslom, hogy zárjuk be az ajtót, mert Giulio az több kapura játszik. Hogy ért? Hát ezért az, aki én fent abban a szalába, ami zárható ajtóval rendelkezik. Így van. Vagy ide rend, ez az így én van. Helyem, de... de... Csengő van az összes ágy alá szerelve, úgyhogy ha baszás van, azonnal jelez. Csak ez mondom. Csengő? Így van. Tehát ha kicsit is mozog az ágy, azonnal tudni fogom róla. És csak megfordul. Ebben a házban nincs baszás. Érted? És mi van akkor, hogyha a kanapén csinálja, vagy az asztal tetején, vagy a szőnyeg? Pirazsír szenzorok vannak elhelyezve az egész házba. Azonnal. Ebbe a putisba? És mi a halfiú fiúval? Ebbe a házba? Egybe. Mit csinálod? Mi van, Judy? És mi a halfiú fiúval? Abban is pirazsír. Az igaz. Nem, akkor szarszak van. Mondtam, mert ezek a hát, lalival kurágyák. Hát, így van, állandó, de ezek gondolkodtam én is. Én nem, hogy csak Joker fejjel gondolkozok most. Á, Juni, lebuk. A fürdőszobában viszont van egy labor, amit tudtok használni. Az a Joker is? Így van. Ezt a Joker hozta el. Abba kölcsön. Hányok, amikor rád nézek, Giulio, hogy ne piszkítsam be a lakást, tudod? De lehet hamarosan szükségem lesz rá. De gonosz vagy Joker. Most viszont... De gonosz vagy Joker. Hülye kurva. Így van. Szóval most... Igen? Eltávozok a szobámba. Szerintem rárántok, azt utána... De azt mondtad, nincs ilyen. Hát nekem van. Hát én vagyok a ház tulajdona. Jó, hogy végülis az nem szexnek számít. Dehogy nem. Minden szex. Érted? Egyébként képzeljétek el, várjál, képzeljétek el. Na, erre, vagy nem. Arra is lehet menni, csak balra. Hát erre kell jönni, Dick. Igen, úgy arra. Figyelj, de várjál. Megvan az öltöző, én találtam ruhákat, még nem volt. Joker, ugorj csak egyet. Ugorj már egyet. Nem látod, hogy Erzsit játszok? Miért az? Itt, öreg. Ha, az a baj, hogy már mennem kell. De itt van az öltöző, nem? Hát, azon... szia! Ez nem az én szobám. Ez a Terike szobája. Junior, takarodsz ki a szobámból? Ez az én szobám. Ez az én szobám. Szóval, srácok! Kösz, hogy itt voltatok. Nagyon szépen kösz. Ha tetszett a stream, nyomjatok egy lájkot. Visszajelzés képpen, meg amúgy is. Fasz kell könyörögni. Takarodok a rákba. Holnap találkozunk ismét. Nagyon-nagyon szépen kösz a csillagokat, a lájkokat, azt, hogy itt voltatok, hogy nézzétek a streamet, hogy megosztottátok meg minden faszom. Szóval, szipi-szopi, és bici-baszi. Sziasztok és hello!